Köszönöm szépen. Én is nagyon nagy szeretettel üdvözlök itt mindenkit. Ahogy Hertlein tanár úr, vagy Karcsi már elmondta, hogy ez az alkalom igazából egy szakkörnek, hivatalosan egy szakkörnek az utolsó alkalma, amit tehetséggondozó mérési szakkörnek hívunk, ahol olyan diákok, akik versenyekre készülnek, diákolimpiára, fizikai diákolimpiára, vagy OKTV-re, saját maguk kísérleteznek, ugye ez egy komoly dolog, hiszen ez komoly megmérettetés, és ennek ez egy utolsó ilyen laza levezető alkalma, aminél úgy döntöttünk, hogy ezt érdemes sokkal szélesebb körben meghirdetni, hiszen amikor Karcsi kísérleteket mutat be nekünk itt az F29-es teremben, az mindig a kísérletezésnek az ünnepe, egy óriási nagy élmény. És még arról szeretnék beszélni, hogy igazából mi itt a Műszaki Egyetem Fizikai Intézetében nagyon elkötelezettek vagyunk az irányban, hogy minél több lehetőséget nyújtsunk középiskolások számára, hogy barátkozhassanak a fizikával, megismerkedhessenek többek között a kísérletezéssel. Úgyhogy még vannak különböző más programjaink is, tehát hogyha valakinek itt tetszenek a kísérletek, akkor érdemes lesz máskor is eljönni hozzánk. Például van egy ilyen kis szórólapunk, úgyhogy akit érdekel a fizikus képzésünk, meg a programjaink, az innen elvihet korlátozott számban. Tehát azt kérném, hogyha egy iskolából többen jöttek, akkor lehetőleg egyet vagy párat vigyenek el. Tehát például van egy olyan szakkörünk, ahol önállóan lehet kísérletezni, nem versenyre felkészülve, hanem nagyon érdekes Nobel-díjakhoz kötődő témákban. Például lehet szupravezetőket vizsgálni, azok olyan vezetők, amik tökéletesen nulla ellenállásúvá válnak, vagy lehet olyan vezetékeket vizsgálni, ahol csak egyetlen egy áram, az áram az csak egyetlen egy atomon keresztül folyik, vagy lehet saját kézzel hologramot csinálni, vagy lehet a folyadékkristály kijelzők működését vizsgálni, vagy akár egy olyan mérési elvet, amit kollégák fejlesztettek ki, amivel malária fertőzés lehet nagyon érzékenyen optikai módszerekkel detektálni. Tehát ez egy olyan szakkör, ahol ezt mindenki saját kezével kipróbálhatja. A cél az inkább a kísérletezésnek az öröme, tehát nem versenyfelkészítés, és ez ősszel szokott lenni általában októberben pénteki délutánonként. Ennek az a címe, hogy Nobel-díjas kísérletek középiskolásoknak. Ezen kívül van egy nyári táborunk is, amit BME-TTK Science Campnek hívunk, ahol sok mindent lehet csinálni, többek között csapatokban ilyen kis vicces, mókás kísérletekkel versenyezni. Aztán van egy matefizika programunk, ahol érdekes fizikai, matematikai érdekességeket mutatnak be a kollégák, valahogy egyszerre tárgyalva a matematikát és a fizikát, és mindezt még kísérletekkel is fűszerezik. Ez februárban lesz itt a fizikai intézetben, tehát erre is érdemes lehet regisztrálni. Van számos alkalom, amikor Karcsi kísérleti bemutatókat tart, tehát ezekre is máskor is el lehet jönni. És ezen kívül, hogyha valaki még több kísérletezést szeretne, vagy még több fizikát szeretne, akkor azt is hirdetném, hogy nagyon sokat lehet kísérletezni és tanulni a fizikáról, hogyha valaki eljön fizikus hallgatónak hozzánk, milyen kísérleteket lehet csinálni. Hát vannak például olyan kollégáink, akik jelenleg orvosi műszergyártó cégeknél vezető beosztásban vannak, tehát egy fizikus például csinálhat olyat, hogy orvosi műszereket fejleszt. Vagy lehet foglalkozni kvantum számítógépek fejlesztésével, vagy akár olyan memóriáknak a fejlesztésével, ahol az információt azt mondjuk pár atom méretnagyságú tartományban tároljuk, vagy akár lehet optikai, modern optikai eszközöket, például holografikus adattároló rendszereket fejleszteni, vagy lehet kísérletezni akár atomerőmű fejlesztéssel, bár itt nem biztos, hogy a kísérletezés a megfelelő szó. Minden esetre ugye a karunknak, a Nukleáris Technikai Intézete az a magyar nukleáris szakemberképzésnek a bázisa. Tehát nagyon sok érdekes dologgal lehet foglalkozni, úgyhogy mindenkinek, akit ez érdekel, nagy szeretettel tudom ajánlani ezt a lehetőséget, vagy ezeket a lehetőségeket, tehát egyrészt lehet hozzánk jönni programokra, érdekes dolgokat tanulni, a jelenlegi
kísérleti bemutatón túl is, és hogyha valakit még jobban érdekel ez az egész, akkor szívesen látunk mindenkit a BML fizikus képzésén. Egyetlen egy honlap címet fölírnék, hogyha valaki nem jut, nem jut hozzá ilyen tájékoztató füzethez. Van egy ilyen honlapunk, hogy felvi.phy.bml.hu, ahol mind a középiskolásoknak szervezett programjainkról, mind pedig a fizikus képzésről részletes információ található. Úgyhogy még egyszer mondanám, hogy itt vannak mindenféle szórólapok, akit érdekel, és hát élvezzétek a kísérletezést, ami most fog következni Karcsitól. Köszönöm a figyelmet. Jó. Köszönjük szépen, és akkor kezdjük a kísérletekhez. Lehet, hogy ellenutatom a frekvenciát. Jó, majd kikapcsoljuk. No, tehát akkor a kísérleteket, én arra gondoltam, hogy valami bemelegítő, egyszerű kísérletet szeretnék megmutatni. Ez a kísérlet, ez a blokk, ez az áramló közegek fizikájából fog foglalkozni. Ugye az első dolog, hogyha szeretnék a fizikának avval a ágával is foglalkozni, ami ugye az első kedvenc kísérletemet mutatnám meg, hogy van egy piciny labda, és ennek a labdának a táncoltatását úgy lehet megoldani, hogy fogja az ember egy szívószállal, aláfúj, és akkor ezen a levegő oszlopon ez a labda tud táncolni. Megmutatom, hogyan. Ha megnézi valaki, és ezt a kísérletet meg akarja érteni, nagyon egyszerű, mondhatnám, hogy egy szuper primitív kísérlet, az itt fölfelé áramló gázban lecsökken a nyomás. Egész pontosan azt lehet mondani, hogy ahol a gáznak a sebessége nagy, ott a nyomás kicsi lesz, és ez azt jelenti, hogy ha ebből a közép részből bármelyik irányba kimegy a labda, akkor a labdának a jobb oldali és bal oldali oldalán más lesz a levegőnek a sebessége, és egy olyan erő fog erre a labdára hatni, hogy mindig a közepébe fogja betolni, tehát pontosan mindig az áramlásnak a közepében fogja tartani a nyomáskülönbség ezt a labdát. Azt hiszem, ez szépen látszik. A következő kísérlet az ugyancsak erről szól, egy aerodinamikai paradoxonnak is hívják ezt a jelenséget. Itt van egy cső, ez a cső egy tányérban végződik, és a tányérnak három kis pontján egy ilyen kis rögzítő ezt a lemezt rögzíti, azért, hogy ne tudjon lejjebb esni. Ha az ember arra gondol, hogy ha megfordítom, akkor ugye a lemez saját magától lejön és bezárja ezt a kis csövecskét. Ha most itt az ember belefúj egyet, akkor az átlag embernek az az érzése támad, hogy ez a lemez meg fog emelkedni, és egészen addig tud emelkedni, amíg ez a három kis tartó éppen el tudja lökni. Nézzük meg, hogy így működik-e, hogyha én belefújok. Akkor ahelyett, hogy ez megemelkedne, valami nagyon furcsát csinál. Én azt mondom, hogy megértsük ezt a dolgot, fordítsuk át ebbe az irányba, és most fújok bele, most éppen lefelé. Azt hiszem, mindenki jól látja, hogy ahelyett, hogy ez a levegő ez eltaszítaná ezt a lemezt, ez éppen megemeli. Nagyon egyszerű a magyarázata, az előző kísérletből könnyedén meg lehet érteni. Itt, ezen a ponton, ezen a felületen, a lemeznél a levegő nem áramlik. Fölötte áramlik, mégpedig kifelé. Az áramló levegőben lecsökken a légnyomás, és ennek eredményeként a nyomáskülönbség fogja fölemelni ezt a lemezt. Azt hiszem, ezt mindenki jól megértheti. Egy másik hasonló kísérlet, amivel tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy az embereket lehet szórakoztatni, hogy fogja az ember ezt a kúpos alakú tölcsérbe beletesz egy ilyen labdácskát, és ezt a labdácskát felszólít valakit, hogy fújja ki. Hát ugye az ember azt gondolná, hogy nem egy bonyolult dolog, hiszen egy ilyen labdának a tömege, a súlya, hát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag olyan kicsi, hogy ez nem lehet akadály.
És mégis, ha belefújok, akkor szerintem mindenki látja, hogy esélytelenek vagyunk arra, hogy ezt kifújjuk. Nagyon egyszerű a magyarázat. Ha megnézi az ember, akkor ez a labdát, mikor betesszük ebbe a kúpos tölcsérbe, akkor egy ilyen kör mentén el fogja zárni. Amikor belefújunk, egy picit megemelkedik a labda, és azaz a kör mentén egy nagyon kicsi keskeny rés fog keletkezni, ebben a keskeny résben nagy sebességgel áramlik a levegő, míg itt fölötte, ezen a részen itt teljesen nyugalomban van. Az azt jelenti, hogy itt a levegőnek a nyomása nagyobb, az áramlás részen kisebb, és akkor tulajdonképpen a labdát egy számunkra láthatatlan erő fogja belepréselni. Ha kellően ügyesek vagyunk, azt is lehet látni, hogy inkább megemelkedik a labda, mint sem, hogy ki tudjuk onnan fújni. Tehát tulajdonképpen ez a kísérletünknek a kezdete. No, hát, hogy egy kicsit csináljuk ezt az egészet nagyobba, akkor fogja az ember, és egy ilyen pálca segítségével ezt a WC-papír tekercset, na, hát hiába, ne üregedjetek meg, mert akkor már nem olyan könnyű látni, szóval az a lényege, hogy itt van. És akkor a kísérlet az lesz, hogy én fogom, és itt a WC-papírnak a teteje fölé ide fújok. Nézzétek meg, hogy ha ide fújok, akkor ez szépen fogja magát és megemelkedik. Persze aláfújok, akkor is valamennyire megemelkedik. Hát ez egy, szerintem ez már olyan, hogy ez már érdemes egy kicsit tovább gondolni. Hát a fújás közben, ugye az emberi tüdőnek nem túl nagy a teljesítménye, ezért azt is meg lehet tenni, hogy gépesítjük ezt a fújást, és ezt akkor szerintem jól meg lehet figyelni, de fújok, akkor ezt a egészen hosszan tudja ezt a levegőben tartani, ezt a papírrészt, ez az áramló levegő. Hát ugye, ha most van kedvetek, akkor még megmutatok egy másik részét ennek a kísérletnek a még nagyobb változatát. Én egy ilyen lomszívót hoztam ide. Ez a lomszívó legalábbis a leírás szerint azt írják, hogy itt a 2,8 kW-os motor körülbelül 130 km-es óránkénti szélsebességet tud csinálni. Hát nézzük meg, hogy ezt tudjuk tenni. Amint látjátok, egy nagyon egyszerű bemutatót lehet vele csinálni. Tehát ilyenkor ehhez a kísérlethez azt is hozzá kell tenni, hogy itt még egy effektus jön a kísérlethez. Azt mondják, hogy a sikerült kísérletet ne ismételjük meg, de én ezt most meg fogom ezt elvet szabni. Hogy amikor elkezd ez a papír így lobogni, nem csak az fog történni, hogy föl fog emelkedni, hanem a levegő surlódni is fog ezzel a papírral, és ezért ezt a papírt fogja magát, és nemes egyszerűséggel el is kezdi erről a tekercsről letekerni. Szerintem megnézhetjük. Szóval tulajdonképpen az aerodinamikai paradoxonra egy egyszerű kísérletet láttatok. Ezt már nem ismétlem meg, de mindenképpen arra gondoltam, hogy talán egy ilyen egyszerű kísérlet sorozattal elindítjuk, akkor mindenki megijed, hogy mégsem képletekről és egyéb olyasmiről fog szólni a kísérlet, amitől esetleg el kéne rettenni. A következőkben egy pár... Tehát az aerodinamika után térjünk át egy másik témára, miközben ezeket én innen elszakértem. Így hozom a következő asztalt, ez a hőtannal kapcsolatos lesz, úgynevezett közlekedési akadályokba ütközünk, úgy hívják, hogy traffic jam, de majd mindjárt megoldjuk. Úgy. Tehát a kísérletezéshez akkor neki látunk, és egy-két hőtani kísérletet fogunk bemutatni. Ehhez ez az asztal fog kelleni. Sajnos az első kísérlet, amivel fogok kísérletezni, a legnagyobb bánatomra, ezt szerettük volna hőkamerával megmutatni, de ha nem fogjuk hőkamerával megnézni, az sem lesz akkora baj.
a lényeget fogjuk így is látni. A kedvenceim a pillepalackok, ugye volt egy olyan időszakom, amikor mindig elmondtam az előadáson, hogy Magyarországon csak ásványvízből 1 milliárd liternyi palackosat adnak el, és ez az 1 milliárd liternyi palackot köszönhető annak, hogy nem váltják vissza, mindenki számára az a triviális, hogy rögtön el is dobjuk. És akkor ezekkel a palackokkal pedig egy fizikatanár elég jó kísérleteket tud megcsinálni, illetve hát, hogy elég jó, azt majd ti eldöntitek. Hát az első kísérlet az avval fog foglalkozni, hogy itt van egy palack, ebbe a palackba tettem egy dugót, és a dugóba egy ilyen labdafújó szelep van. Ebben a palackban nagy nyomást fogunk létrehozni úgy, hogy veszek egy pumpát, és a pumpa segítségével föl fogjuk pumpálni a palackot. Kontrollálni is lehet egy nyomásmérővel a palackban levő nyomást, és hogyha én elkezdem egyre jobban és jobban fölpumpálni, akkor most palackot, ha megnéznénk hőkamerával, akkor azt látnánk, hogy melegszik. Egyre több és több levegőt tudunk belepumpálni ebbe a palackba, és annak eredményeként, hogy egyre több és több a levegő, egyre nagyobb benne a nyomás, és a levegőnek a környezettel való kölcsönhatása révén ugye fölmelegszik, és aztán a környezetnek szépen leadja. Amikor megszüntetjük hirtelen a nyomást, akkor azt tapasztaljuk, hogy itt keletkezik egy felhő ebben a palackban. Ez a felhő, hogy pontosan hogy keletkezik, mindjárt megnézzük, de hogy hogyan lehet eltüntetni, nagyon egyszerűen el kell kezdeni ismét pumpálni. Tehát, hogyha megfigyelitek, akkor most pumpálunk bele levegőt, és ennek a levegőnek a páratartalma, az oldott folyadék tartalma valamekkora, amikor beteszünk, akkor egyre több és több lesz ez a pára mennyiség ott bent, és a hőmérséklet hatására ez még tud oldódni. Amikor hirtelen lehűtjük ezt a palackot, azáltal, hogy hirtelen hagyjuk tágulni, akkor keletkezik ez a gáz, és ez a hideg gázban már nem tudja oldatban tartani, tehát oldva a vízrészecskéket, a vízrészecskék elkezdenek kondenzálódni, elkezdenek összetapadni, és amikor a méretük akkora lesz, hogy összemérhető a fény hullámhosszával, akkor a fény haladását akadályozni fogja, és ezért nem fogunk átlátni rajta, így keletkezik ez a felhő. Szerintem még egyszer megmutatom. 3, 2, 1, és akkor itt van a felhő. Ha el akarjuk tüntetni, akkor pedig meg kell növelni a nyomást. Hát tulajdonképpen ez a kísérlet még arra is jó lehet, hogy földrajzórán egy-két dolgot meg tudjunk magyarázni, hogy hogyan keletkeznek a felhők. A természeti földrajzban ez egy izgalmas dolog lehet. Keresem a száraz jeget. Ez lesz a következő. Igen. A következő kísérleti eszközömmel, amivel dolgozni fogunk, egy hideg anyag, száraz jégnek hívják, egy ilyen vastagfalú hungarocelledényben szoktuk tárolni, már csak azért is, mert -78,5 fok hideg, és hogyha ebbe az edénybe öntök egy keveset, akkor azt is láthatjuk, hogy a környezetet lehűtve a ködfejlődés így is megfigyelhető. Tehát tulajdonképpen a fölötte levő részen egy ilyen köd ül. Ha odafújok még meleg levegőt, amely páradús, ugye a tüdejéből az embernek általában meleg és páradús levegő jön, akkor nagyon szépen látszik, hogy ahogy oda kerül ez a meleg és páradús levegő, lehűl, rögtön elkezdődik a párának a kicsapódása, ilyen ködképződés figyelhető meg. No, tehát a száraz jégről annyit kell tudni, hogy széndioxidból van. A széndioxid, hogyha kellően lehűtjük, -78,5 fok alá normál légköri nyomáson, akkor a széndioxid egy szilárd halmazállapotot fog fölvenni, és hát ez a száraz jég. Ezzel a száraz jéggel, ha kísérletezni akarunk, az egyik lehetőség a kísérletezésre az lesz, hogy beleteszünk ebbe az edénybe egy kis száraz jéget. Ugye a száraz jég, mivel nagyon hideg, ezért azt mondják, hogy kézzel senki se fogja meg. Ez persze a fizikatanárokra nem vonatkozik, tehát ide beteszem a száraz jeget, és ez a száraz jég lesz az, amelyik
képekkel szeretnénk megmutatni azt, hogy a száraz jég miközben a környezettel kölcsönhat, ha úgy tetszik, tőle energiát vesz föl, akkor gázfejlődés történik, vagyis egy olyan jelenség, amit a fizikában szublimációnak hívunk. A szublimáció jelenségét azért nehéz most megmutatni, hogyha jóddal csinálnánk, akkor egy picit melegíteni kéne a szilárd jódot, tehát nem a jód tinktúrát, hanem a szilárd kristályos jódot, akkor egy megadott hőmérséklet fölött egy nagyon szép lila gáz keletkezik. Most a száraz jéggel az a legnagyobb bajunk, hogy a belőle keletkező gáz az viszont szintelen és szagtalan, ezért is egyébként olyan veszélyes olykor-olykor, tehát igazából nem nagyon látjuk azt, hogy a szublimációnak a jelét. Ha hozamosabb ideig figyeljük ezt, akkor persze észrevesszük, hogy a száraz jég egyre kevesebb és kevesebb, egy idő után el is fog tűnni, úgy mondják, elpárolog. A kérdés az, hogy ki az, aki közületek elhiszi, hogy amiről beszélek, ez a szén-dioxid szublimáció így történik. Tegye fel a kezét, aki úgy gondolja. Nem sok, és igazából annak örülök, hogy egyre kevesebb évről évre, mert ugye, ha csak egy ember is azt mondja, hogy elhiszi, az már baj. Mert a fizika az nem a hitre épül. Ahhoz, hogy a fizikában tényleg valami úton-módon ennek meg tudjuk mondani, hogy tényleg így van, azt fogjuk csinálni, hogy egy olyan eszközt veszek elő, aminek segítségével ki lehet mutatni a szublimáció jelenségét, jelesül, a szublimáció kimutatására egy gázfejlődés jelző detektort kell ide hozzá kapcsolni. Az itt van a kezemben, tehát nem kell ezen nagyon meglepődni. Hogyha ez a gázfejlődés jelző detektor egyre nagyobb és nagyobb lesz, az csak annak lehet a következménye, hogy ebben az edényben szublimáció révén gáz keletkezik. Tehát akkor azt hiszem, hogy ez teljesen egyértelmű. Ha valaki ezt a jelenséget megpróbálja érteni, akkor világosan látszik, hogy a szilárd halmazállapotú száraz jég kölcsönhatásban a környezettel tőle hőenergiát vesz föl. A hőmérséklete nem növekszik, hanem megváltozik a halmazállapota. Tehát ha a száraz jégnek a hőmérsékletét mérjük, az mindig az utolsó pillanatig -78,5 fokos lesz. A belőle keletkező gáz, ugye az kiszabadul ebből a szilárd halmazállapotból, és gázként el fog távozni, annak már melegedhet a hőmérséklete, de a szilárd halmazállapotú széndioxid normál légköri nyomáson 78 és -78,5 fok lesz a hőmérséklete. Abban az esetben, hogyha még a szublimációról szeretnénk beszélni, akkor még azt is meg kell tenni, hogy néha meg fogom billenteni ezt az edényt, és arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy vajon látunk-e itt folyadékot? Mert ha folyadékot látunk, akkor nem szublimációról beszélünk, hanem normál módon szilárdból cseppfolyós lesz, és a cseppfolyósból lesz légnemű, de szerintem nagyon jól lehet látni, hogy folyadék nem keletkezik, tehát tulajdonképpen összesen 2 darab halmazállapotról beszélhetünk. A kérdés az, hogy vajon meg tudjuk-e azt tenni, hogy a szublimációt megváltoztatjuk. Ha valaki egy kicsit körülnéz a mindennapi életben, például széndioxidot azt lehet vásárolni is, többfajta módban is. Az egyik lehetőség, hogy ilyen picike kis tartályban ma már egyre drágábban lehet kapni, amiből szódavizet lehet csinálni. Aztán egy kicsit nagyobb tartályban lehet kapni, mondjuk tűzoltókészülékben, és ha még nagyobb tartályban megyünk, akkor például el lehet nézni, hogy a hegesztésnek a védőgáza is adott esetben lehet széndioxid. No, tehát akkor a széndioxid tartályokban az ember megnézi a lapot, akkor azt fogja tapasztalni, hogy abban a tartályban igen nagy nyomáson tárolják a széndioxidot, és ez a széndioxid azon a nagy nyomáson ott már viszont folyadék lesz. Most, és akkor abban a tartályban alul folyadék van, fölötte pedig gáz. Hogy tényleg lehet széndioxid gáz és szilárd halmazállapoton kívül folyadékban is, azt egy erre kiképzett speciális eszközzel szeretném megmutatni. Ez az edényke, ez egy előgyártmány, ez a fél literes ásványvizes palacnak az előgyártmánya. Ebből egy speciális gépben megmelegítik, körülbelül 250-300 bar nyomással fölfújják, pontosan egy olyan alakú üregbe, amilyen üdítőt akarnak. Hát szerintem ezt mindenki értheti. Ez a része, ez a nyak része, ez nem változik fölül, ez a része pedig lesz egy fél literes palack. Na ebbe a palackba,
Ha széndioxidot teszünk bele, de beteszek egy darabka széndioxidot, na még egy picit ide mellé, és ezt az edényt lezárjuk, akkor az fog történni, hogy ez a széndioxid ebben az edényben nem tud szabadon tágulni. A környezet hatására itt nem fog tudni, tehát ebben a részben, hogy a léggömbben a légnyomás az alig nagyobb, mint a tanteremben, itt viszont a légnyomás sokkal nagyobb lehet. Ennek a sokkal nagyobb nyomásnak az eredményeként elkezd a hőmérséklete is megnövekedni a széndioxidnak. Ugye többször elmondtam azt, hogy a normál légköri nyomáson a széndioxid szilárd halmazállapotának mindig 78,5 fok a hőmérséklete. Ha megnöveljük a nyomást, akkor ennek a széndioxidnak a hőmérséklete is megváltozik. Én ide jövök közel hozzád, majd azt mondnak, hogy meddig jöhetek. Itt teljesen jó. Azt szeretném megmutatni ugyanis, hogy egy idő után ebben az edényben a széndioxid elkezd majd megolvadni. Ha majd közeli képet látunk, akkor tulajdonképpen azt fogjuk látni, hogy nem sokkal később itt az edényt elkezdi a széndioxid nedvesíteni, és a széndioxidból elkezd lefelé folyni majd egy folyadék, az viszont már a széndioxid folyadék halmazállapotban. És akkor az edényünkben három halmazállapotot fogunk látni, szilárd, cseppfolyós és légnemű állapotot. Itt ezen a részen már látszik, hogy elkezdi nedvesíteni az edény oldalát, és hogy az edény oldalát hogy egyre jobban nedvesíti, előbb-utóbb meg lehet látni azokat a csöppöket, amik végigfolynak, és az edény alján már ott lehet látni a folyadék halmazállapotú széndioxidot. Ha várunk egy kicsit, és a széndioxid egy kicsit nagyobb mennyiségben lesz elő, akkor azt is látjuk, hogy a széndioxidban buborékok keletkeznek, és ezek a buborékok fölfelé jönnek, vagyis azt is lehet mondani, ez a folyadék, ez forr. Nézzük meg, hogy mit látunk. Fölül, ezen a részen szilárd halmazállapotú széndioxidot látunk megolvadni. Ez azt jelenti, hogy a magyar nyelvre lefordítjuk, a szilárd halmazállapotból folyadék keletkezik, erre azt mondjuk, hogy fagyos. Ugye? Ez teljesen világos. Alul a folyadék, amelyben buborékok keletkeznek, ugye ott a szilárd, vagy a cseppfolyósból gáznemű lesz, erre pedig azt mondjuk, hogy forró, ugye? Tehát forrásban lévő. Na most ez azt jelenti, hogy a két halmazállapot változás, a fagyos és a forró, az ugyanazon a hőmérsékleten történik. Mind a kettő 55,2 atmoszféra, vagy bár nyomáson történik. Amit érdemes megnézni, ha én most ezt az edényt a tetejére beszerelt szelepnél fogva kinyitom, akkor azt fogjuk látni, hogy elkezd nagyon hevesen forrni a széndioxid, és olyan hevesen forr, hogy meg is fagy közben. Forrás közben megfagyott. Szerintem ez nagyon szépen látszik, megint hófehérnek látjuk. És tulajdonképpen az történik, ha valaki egy kicsit megnézi, gondolhatja, hogy baj van az anyag megmaradással, hiszen többnek látszik. De szeretném elmondani, hogy nem több, hanem a széndioxidba belefagytak a buborékok, ez úgynevezett szénsav O, vagyis ez azt jelenti, hogy ilyen nagyon sok széndioxid gáz van közötte, tehát csak a térfogata látszólag megnövekedett. A tömegét, ha megmérnénk, az igazából annyival lett kevesebb, amennyit ezen a szelepen keresztül kiengedtünk. Annyit kell elmondani, hogy most továbbiakban megint hagyjuk, hogy a környezet melegítse, adjon neki hőt. Ennek hatására meg fog ismétlődni a folyamat. Itt annyival lesz másabb, hogy az előbb tömör széndioxid rudacskával kísérleteztünk. Most itt egy szénsav hót figyelhetünk meg, szénsav hót látunk az edény falán keresztül. Azt fogjuk látni, hogy elkezd összeroskadni, és aztán egyre kisebb lesz a fény visszaverő képessége az albedója. Ez azt jelenti, hogy pontosan ugyanúgy fog viselkedni, mint télen a hó. Leesik hófehér szikrázó, és ahogy elkezd olvadni, előbb-utóbb ilyen szürkés lesz, és az alján megjelenik a latyak, ugye abban nem szeretünk belelépni. Na most, ha megfigyeljük, akkor azt lehet látni, hogy ez a széndioxid most már immár másodjára fog előbb-utóbb megolvadni, ugye kezd kialakulni benne a nyomás. Ugyanakkor abban a másik edényben, ahol szabadon tágulhat, tehát a tágulásnak a nyomás nem hagy akadályt, nem állít akadályt, ott még mindig nem találunk széndioxidból folyadék halmazállapotot. Ugye itt azért törölgetem, mert a pára
lecsapódás ugye az egyik részről a látvány zavarja, a másik részről pedig a hőfelvételt is akadályozza. Szépen látszik, hogy az edényfala nedves, és hogy ez egyre jobban és jobban elkezd összeroskadni. Ezt az állapotot, amikor szilárd, cseppfolyós és légnemű halmazállapot egyszerre van, ezt a fizikusok egy igen érdekes állapotnak, úgynevezett hármas pontnak hívják. Ez azért van, mert hogyha ábrázoljuk a jelenséget egy diagramban, ahol függőlegesen ábrázoljuk a nyomást vízszintesen, a hőmérsékletet, akkor különböző halmazállapot változásokat egyenesekkel vagy görbékkel lehet leírni. Ugye van egy halmazállapot változás, ahol szilárdból gáz alapba megyünk át, ez a szublimációnak a vonala, van egy állapotváltozás, ahol a folyadékból a gázba megyünk, és van egy olyan, ahol a folyadékból a szilárdba. Most ez a három vonal egy pontban találkozik, és ez azt jelenti, hogy ebben az egy pontban, amíg a három halmazállapot megvan, az anyag nem tud kimenni belőle, és ez az egy ponthoz egy jól meghatározott hőmérséklet és egy jól meghatározott nyomás tartozik. Hát ha valaki fölteszi a kérdést, hogy ez a kísérlet mennyire veszélyes, akkor azt kell mondjam, hogy addig, amíg a három halmazállapot megvan, addig nem veszélyes. Mert addig a kupak is, a szelep is, meg a tartály is ki fogja bírni ezt, ennek körülbelül a jelenlegi nyomásnak kb. A négyszeresét is kibírná, kimértük. És az az igazság, ha az egyik halmazállapot eltűnik, praktikusan ez a folyadék, a szilárd halmazállapot, akkor viszont akadálytalanul növekedhet a nyomás. Egyébként, ha megvárnánk, hogy szobahőmérsékletre melegedjék fel ez az edény, akkor a légköri nyomásnak a több mint 64-szerese jönne elő. Ha eltűnne az egyik halmazállapot, azt onnan lehetne tudni egész biztosan, hogy én bemásznék az asztal alá, mert akkor van esély, hogy fölrobban az eszköz. Nem tudom, mennyire világos. Most megint meg tudjuk nézni azt, hogy itt van a szilárd halmazállapot, körbeveszi a folyadék, fölötte a gáz, és hogyha engedünk ki ebből az edényből, akkor elkezd forni a folyadék, elkezd forni, hevesen for, és olyan hevesen for, hogy ismét megfagy. Hogy pontosan hogyan fagy meg, azt még egyszer most meg is tudjuk mutatni, kiteszem, és akkor mindenki láthatja, hogy ez ilyen porszerű, egy ilyen szénsavhó keletkezett. Természetesen a folyamatok megfordíthatóságáról is szeretnék egy pár szót ejteni. Itt van ez a léggömb, amit ugye hozzácsatlakoztattunk a széndioxidot tartalmazó lombikhoz. Hát ha én eznek az edénynek az alját szépen letörlöm, akkor mindenki láthatja majd azt, hogy tényleg nem keletkezett még mindig folyadék. Ugye? Tehát a másikban már kétszer sikerült megolvasztani. Ebben pedig akár tetszik, akár nem, folyadékot nem látunk. Tehát tényleg csak szublimáció van. Próbáljuk megfordítani a szublimációt. A szublimáció megfordítása úgy fog történni, hogy le kell hűtenünk az edényt mínusz 78,5 fok alá. A mínusz 78,5 fok alá hűtés az nem bonyolult, főleg, hogyha megvan hozzá minden, ami kell hozzá. Egy mínusz 78,5 foknál hidegebb anyaggal fogunk kísérletezni. Ezzel fogjuk a hűtést elvégezni. Ez cseppfolyós nitrogén. A cseppfolyós nitrogén bemutatása következik. Itt van ez az edény. Ebben az edényben, hogyha meg lehet figyelni azt, hogyha belöntjük ezt a nagyon hideg anyagot, akkor a kezdetben szobahőmérsékletű edényben hihetetlen heves forrás révén ugye a nitrogén az elkezd eltűnni belőle, és az ő általa fölvett hő az le fogja hűteni az edényt, és hát tulajdonképpen amikor az edény eléri a mínusz 196 Celsius fokot, addigra ez a nagyon heves forrás abba is fog maradni. Azt kell látni, hogy ez az edényben ugye egy szintelen, szaktalan, kristálytisztán csillogó folyadékot látunk. Ez a cseppfolyós nitrogén, amely a levegőnek az egyik alkotó eleme. Ha megnézitek, akkor a levegő összetételő azt szokták mondani, hogy 78% a nitrogén, 21% a oxigén, és a 21% oxigén fölött, ugye, ami még marad, az az 1%, arra szokták mondani, hogy egyéb. Ha valaki ezt tovább akarja
még cizellálni, akkor találhatunk benne argont, találhatunk benne széndioxidot, na és akkor arra is, ami a fölött marad, arra is lehet mondani, hogy egyéb. Na most itt van ez az alacsony hőmérsékletű folyadék, ezt alá fogom önteni a lombik alá, és akkor a lombiknak az alját elkezdi lehűteni, és a lombik alját, hogyha lehűtjük, -78,5 fok alá, akkor a széndioxid gáz az majd elkezd lecsapódni, és egy szilárd halmazállapot keletkezik, hogy a nyomás ezen a nyomáson csak szilárd halmazállapotot és légneműt találunk, tehát tulajdonképpen sikerül megfordítanunk a folyamatot. Hát, hogy egy kicsit gyorsabb legyen, még öntök alá egy kis cseppfolyós nitrogént, és akkor ennek a cseppfolyós nitrogénnel való hűtésnek az eredményeként azt fogjuk látni, hogy a léggömbünk ugye egyre kisebb, ha úgy tetszik a gáz eltűnés jelző detektorunk mutatja, hogy szilárd halmaz állapot keletkezik. Nagyon érdekes egyébként az, hogy a szilárd és a légnemű, illetve a folyadék és légnemű átalakulás egy hihetetlen nagy térfogatváltozással is jár. Ha az ember meggondolja, és én akkor szembesültem ezzel először, amikor cseppfolyós nitrogént elmentem vásárolni, és akkor a nitrogént megtöltötték az edényt, és akkor a vásárlásnak előtte rá volt írva, hogy mennyi az edénynek a tárasúlya, utána később megmérték az edényben, hogy mennyivel lett nehezebb, hogy belöntötték a cseppfolyós nitrogént, majd amikor elment az ember és fizetett, akkor a fizetésnél ráírták, hogy hány köbméternyi normál állapotú nitrogént kapott az ember. Tessék utána gondolni, 19 liter egy másik tartályról van szó, 19 liternyi nitrogénre 64 köbméternyi gázért kellett fizetni számlát, tehát 64 ezer liternyi nitrogént vásárolt meg az ember 19 liter térfogatban, és hát igazából itt mutatja azt, hogy amikor halmazállapot változás van, tehát a folyadékból gázzá, vagy a szilárdból gázzá, akkor körülbelül 2000-szeresére növekszik meg a térfogata az anyagnak. Ugye itt most az történik, ha emlékeztek, hogy fogtam a lombikot, beletettem a széndioxidot, egy kicsit magyaráztam, és utána elmentem a léggömbért, majd visszajöttem. Az alatt az idő alatt a széndioxid kiszorította a levegőt, és hogyha az összes széndioxidot lehűtjük, akkor úgy sikerül kibélelni ezt az edényt, ahogyan sehogyan másképpen, ugyanis teljesen hézagmentesen tudjuk kibélelni. Ugye, ha beletenni az ember a léggömböt, és ott elkezdeni fölfújni, mindig megrekedne valahol egy kis gáz, de itt ezzel a módszerrel úgy lehet kibélelni, ahogyan az elébb mondtam, hogy teljesen hézagmentesen. Hát ha most egy kicsit várunk, akkor a cseppfolyós nitrogénben lehűtött lombik a környezettel ugye kiegyenlítődik a hőmérséklet, és akkor előbb-utóbb -78,5 fokon elkezdődik a széndioxid szublimálása, és rövid időn belül majd egy olyan körülbelül, hát mit tudom, 5-10 percen belül megint csak akkora lesz a léggömb, amilyen volt. Hát ugye a folyamatok megfordíthatóságáról beszéltünk, ha hagyjuk melegedni, akkor szublimál, elpárolok, hogyha pedig lehűtjük, akkor pedig a reszublimációt lehet nézni, és hát keletkezik egy szilárd anyag. Hát ugye ez a kísérlet szerintem az, amelyik szépen megmutatja azt, hogy hát a fizikának vannak szépségei, de azért nézzük már meg, hogyha az ember ezt a kísérletet, azt, hogy az egyik kísérletben a széndioxid csak szublimált, a másik kísérletben, ha megváltoztattunk egy paramétert, jelesül nem engedtük tágulni, és láttuk, hogy megolvad, vajon mire lehet ezt használni? Tehát úgy értem, hogy a mindennapi életben nagyon egyszerűen olcsóbb lesz-e a kenyér, ha ezt ismerjük, ezt a jelenséget, tehát fogalmazzuk meg így. Ugye az a kérdés, mert hogyha ezt a kísérletet a mindennapi életre át tudjuk tenni, akkor van értelme fizikát tanulni, tehát a motiváció az egy feltétlenül fontos dolog. Ugye az a kérdés, így is tehetem fel a kérdést, hogy tegye fel az a kezét, aki ennek a folyamatnak az eredményeként egészen biztosan kulináris élményhez jutott. Tetszenek értem, miről beszélek? A jelenségről beszélünk. Nem feltétlenül széndioxidról, mondjuk maradjunk egy ehető anyagnál.
nem tudom, világosan beszélek vagy sem, de tessenek utána gondolni, hogy egyébként ez a fizika tanár, egy általában a tanári attitűdben ez a legrohadékobb dolog, amikor az ember úgy teszi fel a kérdést, hogy azt lehet felszólítani, aki nem teszi fel a kezét. Tetszenek érteni. Tehát most bárkit kiböketnék, hogy ön kedves uram, milyen kulináris élményhez jutott, tudna mondani? Nem. Na, viccet félretéve gondolkodjunk el. Van egy folyadék, a víz. És ugye a víz az olyan, hogy azt az átlag ember úgy ismeri, hogy vagy megfagy, és akkor lesz belőle jég, vagy pedig fölforraljuk, és lesz belőle gőz. Sublimálni tud-e a víz? Ugye ez a kérdés? Hát az a kérdés, hogy próbáljuk megnézni, hogy mi történt a széndioxidnál. A széndioxidnál normál légköri nyomáson csak sublimáció volt. Ha megemeltük a nyomást, akkor meg tudtuk olvasztani. Hát akkor a víznél hasonló kell elkövetni, ugye a víznél, ha el akarjuk érni, hogy sublimáljon, akkor meg kell fagyasztani azt a vizet, és körülötte le kell a légnyomást csökkenteni. És ebben az esetben sublimálni fog a víz. Egyébként ezt a módszert alkalmazzák arra, hogy előállítsanak sűrített tejet, tessenek figyelni, kakaóport, levesport, kávét, port, ugye Nescafét, hogy felnőtteknek is megegyebek. Tehát egyszernek érted, de ezek mind-mind így készülnek. Tehát ahhoz, hogy ezt meg, egyébként fagyasztva szárazításnak, liofilizálásnak hívják ezt a műveletet, és akkor lehet igazán megérteni ezt a dolgot, hogyha láttuk azt, hogy hogyan sublimál, meg hogyan olvad meg a széndioxid, mi az a pici dolog, amit meg kell változtatni. No, hogyha még tovább akarnám húzni a dolgokat, ugye az elsőként a liofilizálással kondenzált tejet, sűrített tejet állítottak elő, és hát ugye nem kell mondanom, hogy ennek az igazán nagy jelentősége a hadiparban van, tehát a hadipar az mindig vitte előre a világot, hát adott esetben a katonák etetése is fontos lehet, mert különben nem tudnak éhgyomorral harcolni. Na, cseppfolyós nitrogénről elmondtam, hogy mínusz 190 6 Celsius fok a forráspontja, és hát igazából, ha meggondoljuk, és valaki egy kicsit beleolvas, akkor ugye az, hogy meddig lehet hőmérséklettel lejjebb menni, és hogyan, miképpen, mi módon, ugye ez egy elég izgalmas dolog. Ugye a mínusz 273,16 Celsius fokot abszolút zéruspontnak hívjuk, hogyan lehet oda eljutni? Ez a kérdés. Ugye kéne egy olyan anyagot találnunk, ami a cseppfolyós nitrogénnél alacsonyabb forráspontú. Világosan látszik, hogy ez majd a hélium lesz, aminek ugye 3 vagy 4 Kelvin, attól függ, melyik állapotú héliumról beszélünk. De a cseppfolyós nitrogénből hogyan tudnánk alacsonyabb hőmérsékletűt csinálni? Tegyük fel ezt a kérdést. És hát igazából az eszköz az itt látható. Maga az eszköz, az elrendezés nagyon egyszerű. Én ide egy hasonló edényt tettem. Na, sikerült kipróbálni, hogy jól működjön a vákum. Pillanat. Jó. Tehát az a lényeg, hogy itt van egy teljesen hasonló edény, mint ez a másik. Ebbe az edénybe fogunk beletenni cseppfolyós nitrogént, és a cseppfolyós nitrogént ezzel a vákum szivattyúval meg fogjuk szivattyúzni. Vagyis a keletkező gázt elvezetjük, ha meggondoljuk a forrás folyamatát, közben csinálom a kísérletet, ha meggondoljuk a forrás folyamatát, hogy hogy is néz ki, azt lehet mondani, hogy van egy folyadék, és a folyadékból azok a részecskék fognak kiszakadni, amelyiknek az átlagos kinetikus energiája átlagosan nagyobb, mint a többi, és ennek eredményeként akkor egész biztosak lehetünk abba, hogy mindig a nagyobb energiájúak fognak elmenni, akik ott maradnak, azok viszont alacsonyabb energiájuk lesz átlagosan, és ez azt jelenti, hogy az átlagos kinetikus energiát csökkentjük, az azt jelenti más szóval, hogy a hőmérséklete lecsökken. Hát akkor még egy pici nitrogént öntök bele, és a kísérletet kezdhetjük. Tehát arra kell csak odafigyelni, hogy legyen egy viszonylag nagy teljesítményű szivattyunk. Ha nincs viszonylag nagy teljesítményű szivattyunk, akkor azt is meg lehet csinálni, akkor is meg lehet csinálni, csak akkor az egészet sokkal kisebben kell megcsinálni, mondjuk egészen piciben. Na, tehát a szivattyúval szépen megkérlek János, hogy kapcsold be, és tessék megfigyelni, mi fog történni. A cseppfolyós nitrogén hevesen elkezd forrni, és még mindig forr, és a forrás közben egyszer csak azt látjuk, hogy majd elkezd megfagyni.
Hát egy picit várni kell, de szerintem mostanára jól látszik, hogy a cseppfolyós nitrogénnek a tetején megjelenik a szilárd halmaz állapotú nitrogén. Ez azt jelenti, hogy a cseppfolyós nitrogént a forráspontjától lejjebb, mint egy 13 fokkal a fagyáspontjáig el tudtuk vinni. A hűtéshez pedig nem használtunk mást, csak elszivattyúztuk azokat a részecskéket, amelyeknek nagy volt az átlagos kinetikus energiája. Szerintem ez egy nagyon tanulságos kísérlet. Tehát a hűtés, ugye, nagyon szépen látszik, hogy egyre nagyobb és nagyobb mennyiség fog megfagyni, tehát ahhoz, hogy ez teljesen a tövéig megfagyjon, azért még egy jócskán kéne szivattyúzni, de szerintem így is nagyon szépen látszik az, hogy a cseppfolyós nitrogénből hogyan lesz szilárd halmazállapotú nitrogén. Hát egyre, mindig a tetején egy réteg megfagy, és aztán keletkezik egyre följebb és följebb. Azt érdemes megnézni majd, hogy amikor én ezt az edényt, ezt a másikat mellé teszem, és ki fogjuk azt is kapcsolni, hogy ebben mindig van egy kis forrás. Amikor a kettőt egymás mellé teszem, János, kérlek, kapcsold ki, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a cseppfolyós nitrogén, amelyeket csak hagytuk, hogy lehűtse az edényt, az folyamatosan forr, a másik, amelyiket pedig megfagyasztottunk, az ugye olyan alacsony hőmérséklet, hogy még nem indul meg a forrás. Ahhoz, hogy a forrás meginduljon, a környezet költően meg hőt felvennie, de hát addig még egy jócskán el fog telni idő, hiszen ez az edény, ez a kettős falu edény, ez olyan, hogy a hő terjedését próbáljuk meggátolni. Tehát ahhoz, hogy ezt meg lehessen kézbe fogni, az mindenképpen egy jó hőszigetelésű edényre van szükség. Tehát mutatom még egyszer, hogy ez szépen forr, tessék megnézni, buborékok emelkednek fölfelé, jól látszik, hogy forr. A másik, tulajdonképpen ezt is kivehetjük, ez pedig egyáltalán nem forr, tehát biztosak lehetünk, hogy jóval alacsonyabb a hőmérséklete, mint a másik, egyébként csak úgy kiöntött cseppfolyós nitrogénnek. Szerintem ezt eltoljuk. Kérem. És akkor nézzünk még egy-két cseppfolyós nitrogén, ha már itt van, ezt én félretolnám egy picit, akkor még egy-két kísérletet szeretnék mindenképpen megmutatni vele. A cseppfolyós nitrogénről, amit mondtam, hogyha halmazállapot változás van, a halmazállapot változással szerintem most toljuk ki, jó? Picit menj hátra, és akkor kitoljuk. Úgyis csak akadályba lenni, nem? Na, tehát a cseppfolyós nitrogén, ha környezettől hőt vesz fel, ezt a hőt ezt sok mindenre lehet használni, például adott esetben, például munkavégzést is lehet vele csinálni. Hát itt az első kísérlet, amiben szeretném megmutatni, itt van egy palack. Ebben a palackba öntsünk egy kis cseppfolyós nitrogént. A cseppfolyós nitrogénettől elkezd forrni. Szerintem mindenki jól látja, hogy a cseppfolyós nitrogén forrása közben gáz fejleszt, és akkor ezzel a fejlődő gázzal megpróbálunk valamit kezdeni. Fogom cseppfolyós nitrogénnek a keletkező gázokat, nem engedem, hogy kijöjjön, lezárjuk egy dugóval. A dugónak a súrlódási ereje a kúpos felület és az egyéb dolgok mentén. Most a gáz nyomása még nem képes kivetni a dugót, de amikor a dugót kiveti, akkor szerintem mindenki jól látja, hogy ez a hőenergia, amit fölvett a környezettől, ez már munkavégzésre is lehet használni. Ha valaki nem igen hiszi el, az jöjjön ki ide, és így hajoljon föl egy picit, és akkor szerintem meg fogja mindenki látni. Nézzük meg, hogy pontosan mi is történik. A környezet hője elkezdi melegíteni ezt a palackot, a palackban melegszik a cseppfolyós nitrogén, és halmazállapot változásra fordítódik. A halmazállapot változásban, kezdetben, ebben az állapotban a cseppfolyós nitrogén fölötti gáz nyomása kezd el megnövekedni. Ugye ez azt jelenti, hogy a hőenergia átalakul egy nyomási energiává. Ugye most egy picit megállok, hogy mindenki végig fel tudja venni a folyamatot, tessenek végig gondolni a palacnak a térfogatát köbméterekben mérjük. A palacban levő nyomást, az pedig paszkálokban, ha kettőt összeszorozzuk, ugye, akkor nem más kapunk, mint egy
energia jellegű mennyiséget, és ezt úgynevezett nyomási energiának hívhatjuk. Ha valaki fölteszi a kérdést, hogy egy palack, amikor fölrobban, mekkora lesz a robbanásnak a pusztító ereje, akkor mondhatjuk, hogy pontosan ezzel a szorzattal lehet megállapítani, megnézzük, hogy mekkora a palackban levő nyomás, és megnézzük, hogy mekkora a palacnak a térfogata. Bármelyiket növeljük, a romboló erő, a pusztító erő fog növekedni. Ugye azt látjuk, hogy a nyomási energia át fog alakulni nagyon rövid idő alatt a dugónak mozgási energiájává, hiszen a kezdetben nyugalomban levő dugó az mozgási energiához jut. 1/2 m² V-négyzettel tudjuk leírni, hogy mi a mozgási energia, és vegyük észre, hogy ennek az 1/2 m² V-négyzetnek pontosan ugyanaz a mértékegysége, mint a nyomási energiának. Ezek után már szerintem senkit nem fog meglepni az, hogy a palacban nyomási energia átalakul mozgási energiává, mozgási energia révén pedig elindul fölfelé, és m²/h helyzeti energiához fog jutni, és ez a helyzeti energia mértékegysége ugyanaz, mint az előző kettő. Ezek után senki ne csodálkozzék, hogyha a fizikusok a hőenergiának a mennyiségére pontosan ugyanazt fogják, mint ezt az előző hármat. Tehát, ha meggondoljuk, akkor szerint ez nagyon szépen látszik, és hát tulajdonképpen a mozgási energia, helyzeti energia, nyomási energia, hőenergia szerepel ebben a kísérletben. Ha persze a kísérlet az olyan, hogy hát nem túlzottan látványos, vagy úgy mondom, egy pukkanás után még el lehet könnyedén kapni a palac vagy a dugót, próbáljuk meg egy kicsit ezen változtatni. Minden marad, csak egy kicsit fejtetőre állítjuk a dolgot, és azt hiszem mindenki látja, hogy egy kicsivel nagyobb hatékonyságú volt az energia kihasználása. Hát ott van több luk is, tehát ebből is látszik, hogy öreg ember vagyok. Tehát nézzék meg a következőt, hogy mi történik. Amikor a palackot az ember bezárja a dugóval, akkor itt marad a pillepalatban a cseppfolyós nitrogén. A cseppfolyós nitrogént lerakom így az adént, és akkor a dugót, mikor kilöki, akkor körülbelül ebből a távolságból már biztosan megmondhatjuk, hogy nem tudja tovább gyorsítani. Tehát a gyorsítás az egy ilyen rövid idő alatt történik. Ha megfordítjuk ezt az egészet, akkor ugye ide kerül a cseppfolyós nitrogén, először kiveti a dugót, utána kimegy a cseppfolyós nitrogén, és az itt levő nagy nyomású levegő lesz a harmadik fokozat. Tehát tulajdonképpen a kettő között az a lényegi különbség, hogy az egyik esetben a gáz gyorsítja a dugót, a másik esetben pedig egy három fokozatú rakétával találkozunk, amit körülbelül így lehet elképzelni. Tessék csak figyelni! Ez nem volt betervezve. Okay. Az a helyzet, hogy van egy nagyon kedves barátom, aki ezeket az üvegedényeket csinálja nekem, hogy átment az agyamon, hogy mehetek át hozzá, és megint kérhetem, hogy csináljon még egyet, de azt hiszem, hogy ha megmutatom neki ezt a felvételt, egész biztosan meg fogja csinálni. Természetesen azt is meg lehet tenni, hogy még egy kicsit megpróbálunk csavarni ezen az egészen. Én azt mondom, hogy eddig csak egy keveset töltöttem a palacba, most ebbe a palacba teljesen teli fogom tölteni, és utána fogom lezárni dugóval. Nézzük meg, hogy mi történik. Oké, köszönöm szépen. No, tehát akkor az a lényege, hogy a palackot én teljesen tele fogom tölteni. Így. És akkor ezt a teljesen teletöltött palackot fogom egy dugóval lezárni. Annyiban lesz másabb, hogy a... Oké, köszönöm szépen. Annyiban lesz másabb, hogy a dugót előre átfúrtam, és beletettünk egy vastag falu csövet. Tehát, hogyha én ezt most ide berakom, akkor szerintem mindenki láthatja, hogy a cseppfolyós nitrogénből a nyomás növekedés hatására nagy sebességgel áramlik ki a cseppfolyós nitrogén, megy fölfelé, m²/h mozgási energia, egy helyzetet megkapja, és a legvégén pedig lejön, mert a sűrűsége nagyobb,
mint a levegőnek a sűrűsége. Hát ez az úgynevezett cseppfolyós nitrogén szökőkút kísérlet, ezt gondoltam, nem hagyom ki. Hát mindenképpen úgy gondoltam, hogy ez jó lenne bemutatni. És szerintem még egy kísérletet szeretnék megmutatni. Ez a kísérlet pedig arról szól, hogy van egy palack, ebben a palackban egy viszonylag nagy nyomású gáz van. Tegyed már meg, légy szíves, Sándor, hogy megpróbáld így felmutatni, hogy összegnyomni egy kicsit. Tehát ezt nem nagyon lehet összenyomni, mivel hogy nekem adatott egy asztal, meg tudom mutatni, hogy tehát még a teljes testemmel rátehénkedek, akkor se lehet összenyomni. Hát ebben egy nagy nyomású gáz van, ilyenkor úgy szokták, hogy beteszi az ember a gázt palacba, és nagyon gyorsan lezárja, tehát ez a megoldás. És azt szeretném megmutatni, hogy... Ha valaki ugye, megfigyeli a médiumokat, akkor elég gyakran találunk olyasmit, amivel úgy hívnak, hogy parafenoménnak, és mindenféle egyéb ilyen dolgokat mondanak. Ezek a parafenoméneknél általában mindenre van magyarázat, csak az lesz, általában az szokott lenni, hogy ez a magyarázat, ez nem triviális, vagy ügyesen elkenik a részleteket, vagy pedig úgy csinálják meg, hogy az annak tűnjön, másnak tűnjön. Na, most ugye az a lényeg, hogy itt van ez a palack, látjuk, hogy nagy benne a nyomás, és én arra szeretném megkérni az itt megjelenteket, mindenkit, hogy küldjön nekem energiát. Ezt az energiát ide fogjátok nekem küldeni, én pedig a palackra rá fogom sugározni, és hogyha jól csináljuk, akkor össze fog ez húzódni. Egészen kicsire. Na most az a helyzet, hogyha van olyan megáltalkodott, aki nem küld energiát, hanem el akar lopni tőlem energiát, akkor ez persze nem fog sikerülni. Akkor legyetek szesek, küldjetek nekem energiát. Én annyit teszek, hogy ide lerakom ezt a pillepalackot, küldjetek nekem energiát, és én pedig átadom a ti általatok küldött energiát. Néha egy kicsit vicsorgok, mert ugye az energia átadása nem egyszerű, és hogyha kellően csinálom ezeket a mozdulatokat, még mindjárt, előbb-utóbb fog ez sikerülni, mert hogyha jól külditek az energiát, akkor ez össze fog húzódni. Nézzétek meg! Elég energiát küldtetek hozzá, persze az is kellett, hogy egy kis cseppfolyós nitrogén legyen az edény alján, hiszen és az edény aljában levő cseppfolyós nitrogén lehűti a palacnak a legalját, és a palacnak a legalján le fog cseppfolyósodni az a gáz, ami benne van. Ha megnézitek, akkor most már látszik ez a folyadék itt benne. Egyébként, hogyha szeretnétek, hogy igazi parafenomént lássatok, akkor figyeljétek meg, megfogom és ezt az edény falát is. Jól lehet látni, hogy forr az ujjam hatására ez a folyadék. Tehát ez azt jelenti, letörlöm, és akkor szerintem jól látszik látszanak a fejlődő buborékok. Világosan látszik, hogy ebben semmi csalás nincs, csak fizika tudás van egy kevés benne. Ebben az edényben egy olyan gáz van, aminek -0,5 fok a forráspontja. Tehát a cseppfolyós nitrogénbe berakom, akkor világosan látszik, hogy nagyon gyorsan le fog kondenzálódni folyadékhalmaz állapottá. Aztán a környezettől kellő energiát kap, akkor el fog forrni, és a forrása révén megint csak keletkezik benne annyi nyomás, amennyi az elején volt. Ehhez persze az kell, hogy a környezet hőjét teljes egészében vegye föl. Igen. Hát akkor szerintem látszik, hogy a nyomás még nem akkora, mint volt, de még egy kevés folyadék itt látszik. Tehát ez, amikor teljességgel ez a folyadék el fog forrni, akkor a palackunkban a nyomás ha valaki meg akarja csinálni, nagyon egyszerű. Még cseppfolyós nitrogén se kell a kísérlethez, hiszen, mint mondottam, volt -0,5 foknál ez működik. Ha nem tudom, hány fok van kint, de ha kivinnénk, akkor ugyanezt megcsinálni, csak egy kicsit hosszabb idő alatt. Egyébként az a gáz van benne, amivel az öngyújtókat megtöltik, tehát butángáz van benne. Akkor, hogyha valaki közületek esetleg elég elítélhető módon dohányozna, akkor rájöhet arra, hogy -0 fokban nem nagyon könnyű meggyújtani az öngyújtót, és akkor ezt is lehet látni, hogy miért. Sőt, mi több, ha jól meggondoljátok, az öngyújtó töltés fizikájába is belemehetünk egy nagyon pici mondat erejéig, hogyha szeretné az ember megtölteni az öngyújtót úgy, hogy ne legyen benne egy pici buborék sem,
tehát teljesen fullosra tölteni, akkor mit kell csinálni? Hát a jó öngyújtós, aki sokat akar keresni öngyújtós, az oda megy, az ember odaadja az öngyújtót, megtölti, és már lehet fizetni. Az, aki tisztességes, az azt mondja, hogy jöjjön vissza az ember egy óra múlva, ő addig berakja a mélyhűtőbe az öngyújtót, kialakul az, hogy lecsepp folyosodik a gáz teljes egészében, és amikor ráteszi ezt a töltőt, akkor valójában egy vákum van belül, tehát a légkörinél lényegesen kisebb nyomás, és akkor azt teljesen jól föl lehet tölteni, azért ezt nyárra nem csináljátok. Tehát ezt azért tudom javasolni, főleg amikor tékasztó, döglesztő, meleg van, akkor ezt nem érdemes csinálni, úgyhogy ezt mindenképpen úgy gondoltam, hogy el kéne mondani. A kísérletek között, amikor leesett ez az üvegcserép, akkor arra gondoltam, hogy micsoda rohadt dolog belépni az üvegcserépbe. Nem tudom, mennyire világos, amit mondok. Tehát az ember elmegy nyaralni, mezitláb megy a strandon, belelép egy sörös üvegbe, és akkor oda az egész nyaralás. Na most a sörös üvegbe lépésnek is van fizikája, és erről szeretnék mutatni valamit. Egy széket hozzájönni, légy szíves, jó? Persze. Az a helyzet, hogy hoztam egy edényt, ebben az edényben fogunk kísérletezni. Húha, inkább egy négy lábút kérlek, jó? Tehát megmondom én, mert ezen akarok én de fölmászni. Tehát ez az edény lesz a főszereplő. Ebbe az edénybe én sörös üvegekből készített szilánkot fogok önteni. Nem tudom, ki mennyire hiszi el, hogy ez tényleg sörös üvegből készült szilánk, de azért ide hozom, és hát tapogassátok meg, hogy ez az vagy nem az. Tessék? Ez az. Hát mutatom ide közelebb is, ugye sörös üvegből szilánk. Látszik? Egyébként majd akkor fogjuk igazán jól látni, hogy ez sörös üvegből szilánk, amikor én ide beleöntöm, így né. Tehát ez szerintem a hangja alapján, aki már látott sok sörös üveget. Ez szépen ezen a sörös üvegből készített szilánkokon fogok én egy kicsit sétálni. Ez az én elképzelésem, hogy itt legyen egy pici hely. És megmutatom, hogy ennek tényleg fizikája van, és hát ez a fizika nem olyan bonyolult, csak azt kell tudni, hogy a Newton törvényekkel, az teljesen jó. A Newton törvényekkel teljesen összhangban van ez a kísérlet, ugyanis, ha egy darab sörös üvegre ül az ember, ide tedd le, kérlek, elmondom, mit fogunk csinálni. Én ide följövök, ezen keresztül, ami biztos alapon én leveszem az oknimat, hogy lássátok, hogy nem vagyok egy félős ember. Így. Na most. Kérem a széket. Széket kérném szépen. Ez azért fog kelleni ez a szék, mert hogy amikor kifogok a sörös üvegből szállni, akkor nagyon szerencsés lenne, hogyha lábamon, amint látjátok, itt vagyok, és így lehet ugrálni rajta. És egyetlen egy karcolás sem lesz a lábamon, és mindennek az az alapja, hogy egyszerre nagyon sok élen vagyok. Ha egyetlen egy sörös szilánk lenne, az biztos, hogy rám elkezdene vérezni a lábam, és szilánkosra vágná. Ezért aztán, amikor én innen kiszállok előtte, a talpamról a legkisebb üvegmorzsát is ki fogom söpörni, mert ha nem, akkor biztosan ezután vérezni fog. Így. Ügyni. János, vedd el létszés ezt az üveget, hogy le tudjak innen mászni. Köszönöm szépen. Tehát ez a kísérlet nem másról szól, csak éppen arról szól, hogy amikor a talpam alatt egyetlen egy él van, az azonnal el fogja vágni, mert kicsi lesz a felület, és nem csak, hogy kicsi lesz a felület, hanem nagy lesz az a nyomás, ami el fogja vágni a lábamat. Jó. Tessék? Hát egyelőre maradhat. Ebbe egyébként nem megtart... Magát a tapsot, azt köszönöm.
magát a tapsot, azt köszönöm, de azt ne felejtsétek el, hogy tulajdonképpen itt fizikáról van szó, tehát ha tapsoltok, nem nekem, hanem a fizikának tapsoltok. A továbbiakban hőtani kísérleteket akarnék még megmutatni, megpróbálkozunk azzal, hogy a hőkamerával kísérletezünk. Több olyan kísérletet is hoztam, ami szerintem ebben a hőkamerával bemutatható lenne. A legizgalmasabb kísérlet az az lesz, hogy szerintem vegyük ezt le, és ott kísérletezzünk, mert most nem vagy, tessék, vedd le a kamerát, légy szíves. Az első dolog, amit szeretnék majd megmutatni nektek, az nem más, mint a kereskedelemben kapható eszköz. Ezt gondolom mindenki látott ehhez hasonlót, ilyet vagy ehhez hasonlót, és akkor most találjunk ki valamit. Az lenne a kérésem, hogy te ennek a kamerának a képét kéne, hogy mutassad. Kitaláljuk azt, hogy hogyan lesz ebből majd kép. Ott majd előbb-utóbb lehet látni ennek a kamerának a képét, de eredendően mi úgy szerettük volna, hogy ez így működjön. Jó. Bocsánat, János. Ebből a döléssel van baj, majd igen, én úgy fogom csinálni. Semmi probléma, majd ide állok ide elé. És akkor 60 centikkel, mert az a távolság, ugye? Na most. Akkor ugye az a lényeg ennek a dolognak, ha valaki tegye meg, hogy megfogja, tehát ez szobahőmérsékletű. Tehát ebben az edényben egy speciális folyadék van, nátriumacetát. A nátriumacetát az olyan, hogy a hőmérséklete, amikor megolvasztjuk, 55 foknál, ahol kristályosodni kéne, nem kristályosodik, hanem megmarad folyadék, és lehűl szobahőmérsékletűre. A kristályosodásban rendeződéshez szükséges energia, illetve az abból felszabaduló energia, az tulajdonképpen itt lakozik ebben az edényben. Ebben az anyagban. Van kép? Mert ha van kép, akkor azt fogom csinálni, hogy itt van benne egy picin kis fémlap. Ez a picin kis fémlap azt fogja csinálni, hogy én így megpattintom, és ettől a pattintástól elkezd a nátriumacetát megszilárdulni. Szilárd halmaz állapotba megy át, és fölveszi azt a hőmérsékletet. Szerintem nagyon szépen látszik ennek az eszköznek a kerülete. Fölveszi azt a hőmérsékletet, ami egyébként a kristályosodáskor keletkezne. Tehát magyarul 55 Celsius fokra fölmegy ennek a hőmérséklete, ezért aztán, hogyha valakinek ilyen van a táskájában, egy ilyen megpattintással elindítja a folyamatot, és lehet kezet melegíteni. Körbeadom ezt az edényt, és mindenki megnézhet, hogy most már tényleg a hőmérséklete nagyobb. Nyugodtan mindenki megtapogathatja, mert hoztam többet is. Az a kérésem majd, az a végeredmény az legyen, hogy a maradékot majd azért kérem vissza. Na tehát, megnézhetjük még egyszer, tehát annyit kell csak tenni ebben a nátriumacetáttal, hogy az ember itt egy elhelyezett kis fémlemezt át kell pattintani, ez egy domború fémlemez, amikor az ember átpattintja, akkor elindítja a kristályosodás folyamatát, tehát persze az is kell, hogy nátriumacetát legyen, elindítja a kristályosodás folyamatát, és elkezd a nátriumacetát melegedni. Így. No. Mindjárt adom tovább. Hogyan? Így? Akkor elindítjuk ezt a kristályosodást. Közel vagy. Hogyan? És azt hiszem, most szépen lehet látni, hogy növekszik a kristály, és a kristály növekedésével együtt hogyan alakul ki a hőmérséklet. Azt, hogy ez megszilárdul, azt szerintem mindenki láthatja, adok arra is egyet, megnézzük még egyszer ezt a kristályosodást. Hát ez valamiért nem akar megindulni. Minden esetre én napokkal előtte egy ilyen párnácskát szétvágtam, beleöntöttem a folyadékot egy edénybe, és ez ott vár kín arra, hogy kimenjek és behozzam ide. Hozok egy edényt, és abban az edénybe ki fogom folyatni. Azt fogjuk látni, hogy ahogy a folyadék innen elindul, ahogy leérkezik, koppanás hatására elkezd megszilárdulni, és egy ilyen oszlopot lehet belőle önteni. Na ez a kísérlet, amit
egy rövid időre el fog tűnni, csak ide a hűtőgépig meg vissza, és közben megpróbálok nem káromkodni. Nátrium-acetátot. Ha megnézzük, akkor szerintem jól látszik, hogy a nátrium-acetát egy folyadék, és a hőmérsékletéről is azt lehet tudni, hogy szobahőmérsékletű a hőmérséklete. Most ide fogom letenni, kinyitom, és ebből a magasságból megpróbálom eltalálni a tányért. Amikor a nátrium-acetát elkezd lecsöppenni, akkor hát a folyamat egy kicsit gyorsabb lett, mert ide belefagyott a nátriumacetát az átöntéstől. Minden esetre annyira megfagyott olyan gyorsan, hogy már nem is lehet kiönteni. Tehát ugye az a lényege, hogy amikor ez innen lecsöppent, az elszakadás pillanatában a felületi feszültség hirtelen változása indította be a kristályosodást. Ha megfogjátok, akkor ezen is lehet érezni, hogy jó meleg. Ugye, tehát a környezeténél lényegesen melegebb. Hát, amit kiöntöttünk, az is megfagyott, tehát szilárd halmazállapotú kristályos anyaggá vált. Tehát, nem tudom, ide mutassam így, erre? Látszik ebből valami? Nem nagyon. Na mindegy, hát az előadás végén esetleg, ha valaki kétkedik, akkor érdemes ide kijönni. Kísérletezünk hőkamerával, vagy nem nagyon látunk? Nem tudom, hogy látjuk-e. Jó. Az az igazság, hogy én azokkal készültem, amit szerettem volna mindenképpen megmutatni, de talán megpróbálhatjuk. Én elhozom ide ezt az üllőt, meg ezt a kalapácsot, és próbáljunk ráállni, hogy a kovácsoláskor keletkező energiáról, a kovácsoláskor keletkező energiáról szeretnék egy keveset beszélni. Hoztam egy nagyobbacska kalapácsot, néhány csavart, meg egy kis részdrótot, amivel azt tervezem, hogy laposra verem ezt a csavart, és miközben a csavart az ember laposra veri, a kalapácsolásnál az odavágás eredményekért. Bocsánat, itt a mikrofon az egy rövidebb időre eltűnt, és igazából, még ha itt jól is halljuk, az internetes közvetítés számára ez kell. Nyugtassatok meg, hogy van hang. Jó. Na tehát akkor kísérlet úgy fog kinézni, hogy itt az üllő. Ezt a drótot azért hoztam, ide fogjuk ezt a csavart tenni. És nekem csak annyit kell tenni, szemüvegkel, nehogy mellé üssek. Tudják, ez olyan, mint amikor az ember megy a banjamészároshoz, azt megkérdezi, hogy mondja, oda-ahova szokott nézni, várjon, mert akkor kicsit odébb állok. Na, tehát az a lényege, hogy ezt a csavart én egy kalapáccsal szépen laposra szeretném püfölni, és közben, hát amit szeretnénk megnézni, hogy mennyivel lesz ez melegebb. Ugye, most szobahőmérsékletű, tehát elkezdem ütni. Hát, elsőre nem megy, most egy kicsit ilyen karintosan, az így írtok ti helyett, az így kalapáltok ti című élőképet adjuk elő. Tehát elkezdem ütni. És hát én ezt ide lerakom, de te meg megpróbálod megmutatni ide, hogy ez milyen meleg. Körülbelül a 80-90 fok meleg. 60. Hát, jó. Megcsináljuk még egyszer a kísérletet. Mondom, az eredeti elképzelés szerint ennek a kamerának a képét látta volna mindig mindenki. Még egy kalapálás erejéig egyet megpróbálunk. Na tessék. Bocsánat, tekerünk egy keveset rajta, és akkor nem fog odébb ugrálni.
Így. Az a helyzet, hogy nem lehetetlen. Itt van a csavarunk. Nézzük meg, hogy hány fokos lett. Látszik valami? Látszik. Mennyi? 55. 55 fok. Tehát tulajdonképpen, amikor az ember rásuhint, akkor az az energia, amit a kalapáláskor az ember átad a kalapács fejének, az a képlékeny alakítás során a belső súrlódások révén még hővé is alakul. Hát ezt szerettük volna ezzel megmutatni. Na jó. A továbbiakban az előadás vége felé egy kis hullámtani kísérletet szeretnék megmutatni. És a hullámtan, ejha, még annyit szeretnék megmutatni, akkor, ha már ez ilyen szép nagyra fölfúvódott ez a léggömb, hogy körülbelül mennyi lehet ebben a széndioxidnak a tömege. Ki az, aki megpróbálná deriválni, hogy hogyan lehetne ennek a széndioxidnak a tömegét megsatszolni? Hát az első dolog az kellene, hogyha föltételezzük, hogy ez normál légköri nyomáson van benne, az pedig az biztos, hogy attól nem nagyon tér el, akkor ez az egy molnyi mennyiségnél, ugye az 24 liter lenne, mennyivel kevesebb. Mennyi lehet ez körülbelül ez a ledény, ez a léggömb? Hát ez olyan körülbelül 8 és 12 liter között van. Viszonylag elég nehéz így szemmel bederiválni, de azt mindenképpen tudom mondani, hogyha ezt cseppfolyós nitrogénben lehűtjük, már pedig ezt könnyedén le tudjuk hűteni cseppfolyós nitrogénben, majd kivágjuk a léggömböt, akkor a kivágás eredményeként meg tudjuk nézni, hogy mennyi szilárd halmazállapotú széndioxid keletkezett, hogy mennyi széndioxid kell ahhoz, hogy ekkora edényt föl tudjunk fújni. Tehát én most ide szépen beleteszem, és ugye azt kell látni, hogy ahol lehűl a léggömb, ott egyre kisebb és kisebb lesz a térfogata. Ugye ahogy hűl, keletkezik egy szilárd halmazállapotú anyag. Ha nem hiszel valaki, hogy keletkezik, akkor már zörög benne valami, tehát tulajdonképpen a cseppfolyós nitrogénnel való hűtésnél tényleg tudunk létrehozni halmazállapotváltozást. Ez a halmazállapotváltozás azon kívül, hogy gyors, egész látványos is, egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű szilárd anyag keletkezik ott benn. Ha teljes egészében le tudjuk hűteni, akkor a szilárd halmazállapot teljes egészében előáll. Most csak annyit ketten, hogy eltöri az ember a léggömböt, és kiborogatja benne azt a széndioxidot, ami benne van, és ez az a mennyiségű széndioxid, hó, ami keletkezett, ez egyébként meg lehet gyúrni ugyanúgy, mint az utcán a havat, csak egy kicsit hidegebb, akarom mondani, sokkal-sokkal hidegebb. Tehát ez az a széndioxid mennyiség, ami ezt a léggömböt így fölfújva tartotta. Úgy is mondhatnánk, hogy abból a léggömb, abból a lombikból, ami itt az elébb itt van, ennyi széndioxid keletkezett, ennyi ment át a léggömbbe a kísérlet során. No, akkor a következő kísérlet az pedig úgy fog kinézni, először egy kis hullámtannal fogunk foglalkozni, és a hullámtanból majd megnézzük, hogy hogyan fogunk eljutni a hangtan felé. Maga az eszköz, amit szeretnék megmutatni, az itt látható. Ez egy optikai pad, erre az optikai padra rögzítünk egy rugót, egy csavarrugót. A csavarrugót, egész ide tenjük, várjál csak így. Jó? Itt van. A csavarrugót, azt meg fogjuk feszíteni, tehát ki fogjuk a két végét feszíteni, és az egyik végét hozzákötjük egy villanymotorhoz, amely villanymotor rezgésbe fogja hozni. Így. Tehát amikor szeretnénk ezt a kísérletet, igen. Jó. Így. Tehát itt van a csavarrugónknak az egyik vége, a csavarrugónknak a másik vége, és a két vég
rögzítve van. Az egyik vég az úgy van megcsinálva, hogyha megfigyelitek, hogy itt egy ilyen körhagyó van, tehát amikor az ember ezt a villanymotort majd elkezdi mozgatni, akkor itt egy körülbelül másfél centiméter sugarú körpályán fog mozogni ennek a rugónak a vége. A rugóról el lehet mondani, hogy egy egydimenziós, rugalmas közeg. Ez azt jelenti, hogy ebben az irányban a mérete sokkal-sokkal nagyobb, mint ebbe az irányba meg erre merőlegesen, vagyis akkor azt lehet mondani, hogy ezért mondom én erről, hogy egy egydimenziós, rugalmas közeg. Ha ebbe az egydimenziós, rugalmas közegbe egy pici zavart hozunk létre, tessék megfigyelni, itt megpengetem, akkor ez a zavar, ugye itt egy pillanatra ilyen V betű alakú zavart tudunk kelteni, ez a zavar végig fog rohanni ezen a téren, és aztán visszaverődni pedig hullámhegyként fog, tehát völgyként megy oda, és hegyként érkezik vissza. A völgyként érkező hullám, tehát itt érkezik, ezen a rögzített végen fizikusok úgy mondják fázisugrás szembe, tehát a völgyből egy hegy keletkezik, tehát innen visszapattanva éppen ellenfázisba fog mozogni. Magából a kísérletből, amit már látunk, két dolgot lehet megállapítani, hogyha én ezt itt megütöm, tudom, hogy milyen hosszú a rugó, a megütés pillanatában elindított stopperrel meg tudjuk mérni, hogy mikor érkezik a végére, és akkor ebből akár meg is mondhatjuk az idő és a távolság ismeretében, hogy mekkora a terjedési sebessége ennek a zavarnak. Tehát én itt megütöm, mennyi idő alatt megy el, a sebessége az nagyon fontos. Hogy mitől függ a sebesség, azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy két fő oka van. Az egyik, hogy mekkora az egy méter hosszú darab rugónak a tömege, tehát a lineáris tömegsűrűségtől, valamint attól, hogy mekkora lesz az az erő, ami ezt a rugó darabkát visszatéríti a kitérésből. Tehát minél jobban meg van feszítve ez a rugó, annál gyorsabban fog terjedni, és minél könnyebb a rugónak a tömeg, annál még gyorsabban fog terjedni. Tehát ezek lesznek azok, amik fontosak. Ugye ilyenkor, amikor én megütöm, egy úgynevezett impulzusszerű zavart keltünk, és ez az impulzus zavar, ez végigmegy a hullámtéren, és onnan visszaverődik. Abban az esetben, ha folyamatosan keltünk zavarokat, és akkor ez úgy fogom megcsinálni, hogy szép lassan elkezdem körpályán keringetni a végét. Ez azt jelenti, hogy egy függőleges és egy vízszintes rezgésnek egy speciális összeadása a körpálya. És akkor ennek eredményeként azt fogjuk tapasztalni, hogy a rugónk valami érdekes alakot fog fölvenni. Nézzük meg, ez az érdekes alak, ez mitől lesz érdekes. Helyezzünk el egy koordinátarendszert, aminek az origója legyen ezen a ponton, függőlegesen a kitérést, vízszintesen pedig az origótól való távolságot nézzük. Bárhol megállok, mindenütt a test egy körpályán fog mozogni, ugyanúgy, mint hogy a gerjesztés helye, és mindig a gerjesztéssel megegyező fázisban. Ez azt jelenti, hogy ha egy pillanatra meg tudnánk állítani ezt a mozgást, akkor az összes test mindig ugyanabban az irányban tér ki. Vannak olyan helyek, mint a szélei, ahol egészen kicsi a kitérés, és vannak olyan helyek, jelenleg most csak éppen egy, ahol egy, de a legnagyobb az amplitúdó. Azokat a helyeket, ahol a kitérés nulla, a csomópontoknak hívjuk, például ez itt egy csomópont, a másik vége is egy csomópont, és azokat a helyeket, ahol a duzzadó hely, amit azokat fogjuk duzzadó helynek hívni, ahol a kitérés a legnagyobb. Tehát ez azt jelenti, hogy hely függvényében azt látjuk, hogy először növekszik az amplitúdó, aztán pedig csökken. Az állításom az, hogy egy korábban keltett és egy későbben keltett hullám találkozása egymással szemben úgynevezett interferencia jelenség az, hogy a különböző helyeken mekkora az amplitúdó. Ha valaki ezt nem hiszi el, akkor a következő pár másodpercben meg fogja látni, mennyire igazam van. Figyeljük meg azt, hogy ha a fordulatszámot elkezdem egy picit növelni, akkor azt fogom tapasztalni, hogy egy darabig még az amplitúdó a közepén növekszik, majd egy picit zavaros állapot alakul ki, és ez a picit zavaros állapot, amikor letisztul, erre kicsit várunk, akkor az fog történni, hogy az egyfél hullámból kétfél hullám keletkezik. Tessék megfigyelni,
Ha most ugyanabban a koordináta rendszerben le akarnánk írni azt, hogy mekkora az adott helyen a rezgés, itt nagyon kicsi, elkezd növekedni, duzzad és duzzad, aztán utána elkezd csökkenni, és ott, ahol idáig az amplitúdó igen nagy volt, mondhatnánk a legtágasabb, most itt éppen csomópont keletkezett. Ha tovább megyünk, akkor megint csak egy úgynevezett félhullámot láthatunk. El kell mondani erről a jelenségről azt, hogy most az történik, hogy az ebben a helyen az onnan érkező korábban keltett hullám, az ugye elmegy a végére és visszaverődik ellenfázisba, meg egy korábbi, itt kioltják egymást. Most az összegük itt a legnagyobb, ezen a helyen. Tehát azt lehet mondani, hogy a teljes félhullám egész számú többszöröse fog mindig ráférni a hullámtérre. Ezt onnan látjuk, hogyha majd tovább növelem a fordulatszámot, akkor előbb-utóbb a duzzadó helyek száma sokkal nagyobb lesz. Azt kell megfigyelni, hogy amikor majd növelem a fordulatszámot, ez a hely, ahol éppen nyugalom van, tehát csomópont, ez nem ebben a helyen fog állni, hanem elkezd majd ebbe az irányba oszcillálni. Tessék megfigyelni, egy nagyon érdekes. Ilyenkor történik az, hogy az interferencia nem egy állandó helyen ad nullát, még most mindenki láthatja, hogy az amplitúdó növekszik, és most kezd el növekedni egy picit a csomópontunknak oldalirányba a rezgése, és amikor ez az állapot letisztul, akkor már három fél hullámot fogunk látni. Szerintem nagyon szépen látszik, hogy a teljes hullámtéren egy, kettő, három fél hullám alakul ki. Ennek megfelelően elmondhatjuk, hogy a csomópontok száma 1, 2, 3, 4, a duzzadó helyek száma pedig 3. Abban az esetben a fordulatszámot tovább növeljük, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a csomópontok megint elkezdenek majd egy kicsit oszcillálni, itt íme, és utána az új előállt helyzet, az pedig már 4 fél hullámot fogunk tapasztalni. Ha megnézitek, és eltöprengtek ezen, hogy pontosan meddig lehet ezt fokozni? Tehát hány fél hullám fog erre ráférni? Hát azt kell mondjuk, hogy egyik oldalról függ a fordulatszámtól, másik részről pedig meg kell tudni mondanunk, hogy a fél hullámon belül, tehát a csomóponttól csomópontig, mi van ott, ami függőlegesen ki tud térni. Ha azt mondom, hogy a csavarrugónak egy menete fönt van, egy menete lent van, ez lesz a fél hullám, ez már 2 fél hullám egyébként ebben az esetben. Ez maximálisan az elméleti határ annak, hogy ez a csavarrugó mekkora mennyiségű hullámot, fél hullámot tud megjeleníteni. Itt, amikor a fordulatszámot tovább növelem, egyel több fél hullám jelent meg, 1, 2, 3, 4, 5 fél hullám van. Mehetünk még tovább is. És a fél hullámok száma egyre több és több. Amit szeretnék megmutatni, ezzel az eszközzel nagyon jól meg lehet mutatni, hogy van ehhez az eszközhöz egy készített kényszer. Ez a kényszer nem más, mint egy rés. Pont olyan széles, mint a rugó. Ezt adom neked, János. És akkor először én ide fogok állni a második csomóponthoz, és ezzel a réssel beszorítom ezt a csomópontot. Amit fogunk látni, az nem más, mint hogy tőlem jobbra minden egyes részecske körpályán mozog, míg tőlem balra ezen a részen már mindenki síkban van, egy síkban, tehát csak a vízszintes síkban rezeg. János, kérlek, menjél 2 csomóponttal odébb, és pontosan ugyanígy, ahogy én is tartom, vízszintesen, tedd be, légy szíves, a kényszer. Na most, én függőlegesen el fogom fordítani ezt a... Tehát függőlegesen el fogom fordítani ezt a rést, és nézzétek meg, hogy a Jánostól jobbra levő részen teljességgel ki tudjuk oltani a rezgést. Amit látok, az nem más, mint a polarizáció jelensége. János, kérlek, most tedd függőlegesbe a rést, lassan, és akkor nézzük meg, hogy ahogy lassan forgatjuk el ezt a polarizátort, ott is megjelenik abban a térben a hullám. Most én fogom elfordítani 90 fokkal vízszintesbe,
és meg lehet figyelni, hogy Jánostól jobbra levő tartományban hogyan tudjuk kioltani a rezgést. Itt cirkulárisan poláros hullám van, az azt jelenti, hogy minden egyes részecske körpályán mozog. Itt síkban rezgés történik, tehát síkhullám, ott pedig egy kioltás. Egyébként azért érdemes megfigyelni nagyon ezt a jelenséget, köszönöm szépen, azért érdemes nagyon megfigyelni ezt a jelenséget, mert hasonló jelenség előfordulhat a fény esetében is, ott is egy transzverzális hullámot látunk, és a transzverzális hullámnál ott is el tudunk majd állítani polarizátorokat, csak ott olyan picik az objektumok, hogy ilyen látványosan nem nagyon lehet bemutatni. Most láttunk egy csavarrugót, amiről elmondtam, hogy egy egydimenziós rugalmas közeg, a két végén van rögzítve. Most ezt meg fogjuk nézni kicsiben. Ez azt jelenti, hogy a hullám tartományunk lényegesen kisebb lesz, viszont cserébe a frekvenciája sokkal-sokkal nagyobb lesz. Az azt jelenti, hogy a frekvencia az nagyon könnyedén hallhatóvá fog válni. Tehát azért jövök ide közel, mert itt van egy videókamera, és majd néha ennek a videókamerának a képét fogjuk nézni. Maga az eszköz, amit itt mutatok, ez teljesen hasonlít az előző, ez itt van rögzítve, meg itt van rögzítve az egydimenziós közeg, és itt a kettő között ugye valami majd fog történni. Hogy pontosan mi fog történni, azt a kísérletek során mindig mondani fogom. Fogok venni egy vonót, egy ilyen vonót, ennek a vonónak a segítségével fogom rezgésbe hozni, tehát lecseréljük azt a rezgéskeltőt egy vonóra, ezt előzőleg meggyantáztam, és ennek segítségével fogom rezgésbe hozni a húrt. Azt kell mondjam, hogy az előzőekben látott jelenségre szükségünk van. Milyen hullámokat láttunk? Egy fél hullám, két fél hullám, három fél hullám, négy fél hullám, és így tovább. Az egy fél hullám az úgy nézett, hogy a két vége az nyugalomban volt, és a közepe pedig teljes egészében nagy amplitúdóval rezgett. Ha egy ilyet akarunk kelteni, akkor világosan látszik, hogy az új begyemmel megfogom majd a húrnak a közepét, megpengetem, és fogunk hallani egy hangot. Mint mindenki jól hallhatja. Ha egy pillanatra rá tudnánk nézni erre a kamerára, vagy bocsánat, erre a képre, akkor a következőt látjuk. Van egy koordinátorrendszerünk, a koordinátorrendszerünk függőleges részén az a hangerősség, a vízszintes részén pedig a frekvencia látható. Amikor én egész közel jövök majd ez a hang analizáló szoftverhez, azért fogom ezt megtenni, mert szeretném azt, hogyha lássuk, hogy a hang megpengetésekor nem egyetlen egy hang, hanem egy hang sorozat fog megjelenni. Azt látjuk, hogy itt a képernyőnek a sarkán tüskék jelennek meg, az alapfrekvencia és azok egész számú többszörösei. Pillanat, megpróbálom egy rövidebb időre megállítani. Jó, ez fog menni, csak elindítom. Jó. Hát ebből egy kevés látszik. Azt talán látszik, hogy itt, ezen a részen van egy frekvencia tüske. Itt. Aztán itt a következő, és itt a következő. Tehát azt kell látni, hogy van az alapfrekvencia, és azok egész számú többszörösei. Mindjárt megmutatom azt a kísérletet, hogyha megpengetem megint ezt a húrt, és a közepére ide fogom a megpengetés után tenni ezt a tollat, ez egy bütykös hattyúnak a tolla, mégpedig egy hímé, tehát nem mindegy, hogy milyen bütykös hattyú tollával kísérletezünk, akkor azt fogjuk hallani, hogy a hang a legalacsonyabb frekvencia elhallgat, és meg fog jelenni egy kétszeres frekvenciájú hang. Szerintem ez jól hallatszik. Tegye fel a kezét, aki nem hallotta, hogy megmagasodott a hang.
Ugye ilyenkor azt mondtam, hogy impulzusszerű gerjesztéssel dolgozok, most azt fogom csinálni, hogy folytonos gerjesztést fogok hagyni, és akkor a legalacsonyabb frekvencia az itt látható. Elnézést, elfelejtettem, hogy ezt el is indíthatnánk. Így. Tehát akkor itt az alapfrekvencia. Ide teszem a bütykös hattyútollat, és egy oktávval magasabban szólal meg. Tehát az azt jelenti, emlékezzünk vissza, hogy ez hogy nézett ki a csavarrugónál. Itt csomópont, itt duzzadóhely, csomópont, duzzadóhely, csomópont. Tehát két fél hullám fért rá. Úgy fogom gerjeszteni, hogy ahol duzzadóhelyet akarok, oda mindig a vonót teszem, és ahol csomópontot, oda pedig mindig a tollat. A geometria az ugye úgy adódik, hogy mindig egész számú többszöröse kell a hullámnak ráférjen. Ez azt jelenti, hogy amikor középen gerjesztem, akkor egy fél hullám alakul ki, amikor ide teszem a bütykös hattyúnak a tollát, és itt vonom meg, akkor két fél hullám. Aztán a következő az úgy néz ki, hogy három fél hullámnak kell elférni, egy fél hullám, két fél hullám, meg harmadik, vagyis az egy harmadához teszem a tollat, és az egy hatodánál fogom gerjeszteni. Ezt a hangot úgy hívják, hogy duodecima. Ha valaki másképpen is mondhatja, oktáv plusz kvint. A következő a két oktáv. Két oktáv plusz nagy terc. Egymás után szólaltatjuk meg azokat a módusokat, amelyeket itt láttunk. Egy fél hullám, két fél hullám. Itt van egy nagyon érdekes hang, az oktáv plusz kvint. Ezután egy olyan hang van, aminek a zenészek nem adtak nevet. Ezt úgy kelti az ember, hogy az egy hetedéhez teszi le a tollat, és az egy tizennegyedénél gerjeszti. Ezt sok ember hamisnak hallja. Ha sokáig mutatják, vagy hallatják az emberrel, akkor dürrohamot is lehet kapni ettől. Igazából az európai hangrendben nem illik bele. Egyébként ezt azért érdemes tudni, mert amikor az eszközöket, a zeneeszközöket készítik, akkor ezt belekombinálják. Ha valakinek van otthon zongorája, akkor este tegye meg, hogy kinyitja, vagy pianinő belenéz, és nézzék meg, hogy minden egyes húrnak a kalapács az egy hetedénél üti meg, az hosszának az egy hetedénél, mert akkor ezt a módust, ezt nagyon jól el lehet nyomni. Ha megnézi valaki, hogy nincs otthon zongorája, akkor azt azért megtehet, hogy elmegy egy görbe estére, és megnézi, hogy a cimbalmos a cimbalmát hol üti, akarom mondani, a húrjait. Mindig az egy hetedénél fogja megütni. Nem biztos, hogy a cimbalmos tudja, hogy hova kell ütni, de megtanítják neki. Mert ha nem az egy hetedénél ütik, akkor nem úgy szól, ahogy kéne. Tehát a hangszerek fizikája az ilyen meglepően jó pofa tud lenni, és akkor még a három oktávot megmutatom, az megint egy szép hang. Ez már úgynevezett üveghangnak hívják. Azt szeretném elmondani, hogy nem csak a húrszerű eszközöket lehet kísérletileg bemutatni, hanem úgynevezett pálca jellegű eszközökkel is kísérletezhetünk. Ez a pálca úgy fog kinézni, hogy itt lesz egy negyed hullám, itt lesz egy másik negyed hullám, és a közepén ugye csomópont, a szélein pedig duzzadóhely lesz. Ezt úgy lehet megszólaltatni, hogy úgynevezett varázsporral kell az ujjamat bekenni. Ez a varázspornak a titka, hogy egy olyan anyagot kell keresni, aminek a tapadási és a csúszási, surlódási együtthatója nagyon különbözik. Úgy hívják egyébként, hogy gyanta. Fenyőgyanta. Tehát ebben kennik meg egyébként a húrokat is, akkor mondom, a vonókat, és szerintem jól hallatszik, hogy itt van a hang. De ugye hallatszik? Ha egy kicsit rövidebb a pálcánk, akkor ennek a pálcának a rövidebbsége miatt nagyobb lesz a frekvencia, ez egy magasabb hang lesz. Annyit szeretnék elmondani, hogy egy pici ábrát engedjetek meg nekem. A pálcát úgy kell elképzelni, hogy itt van a pálca, a közepét fogom meg, és akkor ez a negyed hullám, és ez a negyed hullám alakul ki. Világosan látszik, hogyha a frekvencia akkor lesz nagy, hogyha minél rövidebb a pálca.
abban az esetben, hogyha a pálcát nem a közepén fogom meg, hanem valahol másutt, akkor úgy is föl lehet gerjeszteni a pálcát, hogy itt fogom meg egy negyed hullám, egy fél hullám, és még egy negyed hullám. Tessék megfigyelni ezt a pálcát. Annyit fog tenni, hogy egy kicsit meggyantázom az ujjamat. Itt van az egy negyed, még egy negyed, egy fél, és akkor hiszem jó hallatszik, hogy egy oktávval magasabb. Mutatom, hogy ez volt az eredeti hang. Tehát tulajdonképpen úgynevezett longitudinális állóhullámokat tudunk csinálni. Egy negyed hullám, meg még egy negyed hullám. Itt egy negyed hullám, egy fél hullám, meg egy negyed. És hogyha sikerül, akkor meg tudom mutatni azt, hogy két fél hullám és két negyed hullám, vagy ha úgy tetszik, három fél hullám hogyan fér el rajta. Nekem nagy szerencsém van, ezeket a magas hangokat már nem hallom. Túl sokat voltam katona, viszont azt látom, hogy sikerül a kiset, mert mindenkinek eltorzul az arca. Ugye? Ugye, hogy megvan ez a hang? Én semmit nem hallok, egy marha jó nekem, de úgyhogy ennyit erről. Az előadásom vége felé közeledünk, és olyan kísérleteket szeretnék megmutatni, ami a szívem csücske, mind a kettő. Az egyik az az úgynevezett Kladni-féle porábrák, és a Kladni-féle porábrákat úgy fogom megmutatni, hogy veszünk egy kétdimenziós rugalmas közeget. Ez a kétdimenziós rugalmas közeg, ez nem más, de egy közönséges ablaküveg, le van festve matt feketére. Ezt az üveglapot el fogjuk helyezni itt szépen arányosan rögzítve, és ezen fogunk megpróbálni álló hullámokat kelteni. Az álló hullámok keltése az egy tudomány ebben a kísérletben, és tessenek figyelni a kísérlethez, mert olyasmiket fogok elmondani, ami izgalmas lesz. Fogom a vonót, és megfogom a pálcának, tehát pontosan az üveglapnak a sarkát, mondjuk ezt a sarkát itt megfogom, és a közepénél hozom rezgésbe. És hallunk egy hangot. Abban az esetben, ha a közepét fogom le, és a szélét kezdem gerjeszteni, akkor egy másik hangot fogunk hallani. Szerintem ezt mindenki hallja, ezt a két hangot különbözőnek. Ez önmagában nem lenne izgalmas, de ugye amikor Kladni kitalálta ezt a kísérletet, akkor azt tudta megmutatni, hogy a kétdimenziós rugalmas közegekben nem csomópontok vannak, hanem azon pontok mértani helye, ahol a rezgés amplitúdója kicsi, azokat csomó vonalaknak fogjuk hívni. Még ha egy vonal, akkor is csomó vonal, de szerintem mindenki érti ezt a kis poént. Én azt fogom tenni, hogy ide szórok egy kis sót. Közönséges konyhasó, és most ezt a lemezt úgy fogom rezgésbe hozni, hogy megfogom itt a közepét, az oldal közepét, és a sarkánál fogom gerjeszteni. Bocsánat. És ennek segítségével el lehet rendezni a sószemcséket úgy, hogy az oldalra merőleges, tehát az oldalra merőleges felezők mentén helyezkednek el. Talán még egy picit megszórjuk. Tehát ahol az ujjam van, ott mindig onnan fog kiindulni egy csomóvonal, ahol pedig ez van, ott pedig a hegedűvonó, ott pedig a duzzadó hely. És szerintem szépen látszik, hogy kialakul a két egymásra merőleges vonal. Nézzük meg, mi történik akkor, hogyha fölcseréljük a szerepeket, tehát az ujjamat és a vonónak a helyét fölcserélem. Ebben az esetben ugye a sarkát kell lefogni, és az oldalfelezőnél kell gerjeszteni. És azt hiszem mindenki szépen látja, hogy az átlókat sikerült meghúzni. Azok kedvéért, akik szeretik az igényességet, meg lehet mutatni azt is, hogy hát sokat el lehetne játszani ezen a Kladni-féle ábrán.
hogy az egyik ujjamat ide teszem a sarkához, a másik ujjamat ide teszem a felezőhöz, és az egy negyedénél fogom meggerjeszteni. Szerintem nagyon szépen látszik, hogy az oldalfelezők is, az átlók is megvannak. Tehát a Kladni-féle ábráknál azt kell látni, hogy a rezgések két dimenzióban már nem olyan egyszerű, hogy egy pontban lesz a rezgés állapot nulla, hanem ahol a rezgés állapot nulla lesz, oda fognak táncolni ezek a csövecskék, vagy ezek a sószemcsék, és így alakítják ki ezeket a Kladni-féle ábrákat. Talán még a kör alakú lemezzel egy picit érdemes elbibelődni. Kettő van, mindenből kettőt hoztam, mert ördög nem alszik, csak szúnyókál. Tehát szépen beállítjuk a kör alakú lemezt, meghintem, és tulajdonképpen azt, hogy hány vonalat fogok kint tudni elkészíteni, annak lesz a függvény, hogy hol fogom le az ujjammal, és az ujjamhoz képest hol fogom meghúzni. Például, ha így húzom meg, akkor két egymásra merőleges vonalat vagy átlót tudtunk meghúzni. Itt volt a csomópontok kiinduló helye, és tulajdonképpen az egy negyedénél, tehát a két átló, vagy két, igen, egymásra merőleges átlóból alakult a kettőnek a közepénél. Ha egy kicsit közelebb teszem egymáshoz a két ujjamat, pontosabban az ujjamat és a vonót, tehát nem itt fogok, hanem egy kicsit idébb, akkor egy, kettő, három csomóvonalat tudunk egymásra 120 fokos vonalat hozni. Lehet látni, hogy a frekvencia is növekedett. A hullámhossza ennek a hullámnak nagyon egyszerű, meg lehet mérni szabócentivel. Pontosan ez lesz a hullámhossz. Ugye a teljes kör kerületén 1, 2, 3, 4, 5, 6 fél hullám alakult ki, míg az előzőekben csak 4 fél hullám. Itt a 4, 6, tehát általában páros hullámok fognak kialakulni a geometriai kialakulásból következően. Amit szeretnék megmutatni, keresek én egy eszközt. Na mindegy. Igen. Van egy olyan kísérlet, ami az álló hullámoknak a bemutatására szolgál. Óvatosan fogalmazok, nagyon macerás kísérlet. Ez a kísérlethez tartozik egy eszköz, annak az eszköznek a... Azt keresem, azt az eszköz, amivel az alapokat el lehet magyarázni. Itt az asztalon... Te, Jani, keresd már meg létszes azt a... Tudod melyiket, azt a csövet. Valószínű kint maradt az asztalon, de kell, hogy legyen itt még egy cső. Elmondom, hogy úgy néz ki, hogy van egy cső, ebben a csőben van egy síp. Ez a síp a csőben tud csúszni, és ahogy csúszik, a levegő kiszorításával, na, köszönöm szépen. Tehát ebben a csőben, itt, van egy dugattyú. A dugattyún van egy luk, a lukon keresztül átmenő hang, vagy a levegő pedig meg fog rezgetni egy sípot. Attól függően, hogy az a síp ebben a csőben hol van, más és más lesz a hangja. Hallgassuk meg közösen. Ezt úgy kell elképzelni, magát a jelenséget nagyon egyszerű elképzelni, hogy van nekünk egy sípunk, ami nem olyan, hogy a két végén szabadon rezeghet, hanem úgy van kitalálva, hogy az egyik vége zárt, a másik vége nyitott. Tehát ez a része, ahol a tigrisnek a feje van, ez itt be van zárva, ez a másik része pedig itt ki van nyitva. Tehát magyarul egy egyik végén zárt, a másik végén nyitott sípunk van. Az, hogy hol keletkezik a hang, ahol a dugattyú van, mindig, ha itt van a dugattyú, akkor tulajdonképpen ennek megfelelő, ennek a geometriának megfelelő hangot fogunk hallani. Ahogy rövidül meg, hosszabbodik a síp, annak megfelelően fog mélyülni és magasodni a hang. Azt hiszem, ez teljesen világos. Magát a kísérletet, amit szeretnék megmutatni, úgy hívják a szakmában, hogy barking dog, az ugató kutya kísérlet.
Az ugató kutya kísérlethez szükségünk van egy egyik végén zárt, a másik végén pedig nyitott sípra. Ebbe a sípba sípot le fogjuk zárni a végét, le fogjuk zárni mégpedig egy itatós papírral, egy szívópapírral. Amire szükségünk van, egy éghető folyadékra. Ez az éghető folyadék, hogyha az ember ügyesen csinálja meg, akkor el fog párologni, és az elpárologása révén föltölti ezt az edényt egy éghető gázzal. Az éghető gáz az ez a folyadékból keletkező pára, és az ott bent lévő levegőnek az oxigénje. Fizika tanárok kedvé szívesen elmondom, hogy amivel kísérletezek, az szén-diszulfid. A szén-diszulfid az egy éghető anyag. A szén-diszulfiddal azt fogom csinálni, mert itt tényleg óvatosnak kell lenni, azt csináltuk egy barátommal közösen, hogy beletettünk fehér foszfort. A fehér foszfor az amíg nem kap levegőt, addig köszöni szépen jól van, de most azt fogom csinálni, hogy felszívom ebbe a szemcseppentőbe, befogom ezt az egészet nedvesíteni, és amíg a szén-diszulfid elpárolog, föl fogja tölteni ezt az edényt. Föl fogja tölteni ezt az edényt, és amikor ez elpárolog, akkor saját magától meg fog gyulladni a foszfor, a foszfor elégése beindítja a szén-diszulfidnak az égését, és ahogy a lángfront terjed, pontosan abban az ütemben fogunk hallani egyetlen vakkantást. Ezt a kísérletet, ugye mondom, úgy hívják, hogy barking dog, hogy pontosan mikor keletkezik, azt nem tudom, de azt biztosan tudom, hogy rövidesen ez a kísérlet előáll, és utána szeretném ezt a kísérletet megmutatni egy kicsit nagyobban is, ez íme itt van. Ehhez én előkészülök. Ez már nem elég, hogy csak a szűrőpapírból érkezzék meg a szén-diszulfid, hanem a szén-diszulfidot azt meg kell egy kicsit támogatni további szén-diszulfiddal. És mivel a szén-diszulfid az egy éghető anyag, ezért tényleg nagyon óvatosan kell eljárni. Ugye ez a szén-diszulfid be fog párologni ide. Így, ezt szépen visszazárjuk. Így. És az rövidesen meg fog gyulladni, mert látom, hogy kezd kiszáradni. És fogjuk látni. Jó, ha nem, akkor én megyek, és akkor a másikat is szépen... Hát ennek be kellett volna gyulladni. Na, se baj. Mindjárt teszünk róla, hogy ez begyulladjon. Azt fogjuk csinálni, hogy a másikat is összeállítom, ezt a másik papírt. Ide rátesszük. Úgy. Azt mondja, hogy itt a szén-diszulfid. Arra kell odafigyelni, hogy az a szén-diszulfid, amelyikben foszfor van oldva, az a lecsöppen a földre, amikor megszárad, az rögtön meggyújtja a talajt. Tehát itt most azért kell teljesen körültekintően eljárni. Veszünk egy kis szén-diszulfidot. És a szén-diszulfiddal ögyni. Tehát ide még teszünk egy csöppöt, hát hogyha csak beindul ez. Ögy. Na, most már a szemcseppentők száma teljesen elfogyott. Egyébként az a legnagyobb bánatom, hogy itt van az eszköz, amit mindenképpen szerettem volna megmutatni, de azt megígérem, hogy jövőben ezzel fogom kezdeni. Ez egy olyan kísérlet, ami a
szintén a fagyasztásról szólt, sajnos elfelejtettem. Na mindegy, csak azért mondom, hogy ha valaki lát itt egy olyan eszközt, amit nem használtunk, hát ez csak a feledékenységnek a magyarázata. Ez itt szépen szárad, és ha ez a két kísérletnek vége van, akkor megköszönöm a figyelmeteket, és azt szeretném elmondani, hogy nagyon szépen köszönöm a Budavári Schönherz Stúdió embereinek a kísérletet. Hát itt van a ugató kutya, úgyhogy... De lehetett... Amit szeretnék még elmondani, hogy ez a sárga, ez egyébként nem más, mint a kén, a széndiszulfidból a kén, és hát tulajdonképpen azt már szerintem ne várjuk meg, köszönöm még egyszer a figyelmet. Köszönjük szépen!